És látható a tegnapi hősök kutatási előadás után, ma a mesterséges intelligencia alkalmazásáról lesz szó. Holnap pedig a harmadik napon Zsíros László Robert fog a tudományos kommunikációról mesélni, illetve a negyedik napon a Magyar Kollégiumban lesz egy kvízest. Az IPA tagulájában pedig egy poszter kiállítást tekintettek meg. Ahogy mondtam, a mai nap témája a mesterséges intelligencia lesz, és néhány bevezető gondolatotára mutatnám majd a szakértőinket. A mai alkalomnak az első felében én készültem kérdésekkel, és arról fogunk beszélgetni, utána pedig megnyitjuk felének, és ti is feltettek a kérdéseket ezen a témával kapcsolatban. Mindannyian tudjuk, hogy a történelemben a felfedezők és a kutatók mindig arra törekedtek, hogy az addig elért eredményeket felülmúlják, a határaikat átlépjék, új eredményeket érjenek el, és olyan hozzájuk létre, ami előtte még elképzelhetetlennek tűnt. Gondolok most akár arra is, hogy pont a mai napon jelen meg egy hír, hogy Google-nak a kvantum számítógép először múlta felül a számítástechnika jelenleg a processzoros számítógépeknek a számítási kapacitását. Szóval a kutatók tették ezt elsősorban nem a dicsőség, hanem inkább a fejlődésnek a reményében. Sokszor nem figyelembe véve a jogi, etikai, vallási vagy éppen kulturális határokat, és sok olyan eredményről tudunk, ami talán összességében végső soron nem is mindig szolgálja az emberiségnek a javát és fejlődését. A mesterséges intelligencia egy rendkívül sokszínű határtalansága miatt igen forró téma napjainkban is, és az elmúlt években is az volt, és elmúlt a jövőben is ez lesz még. Újabb és újabb határokat nyit fel a létrejövő eszközök, akár pont a számítási kapacitás fejlődése által, és arról nem is beszélve, hogy évtizedek óta a science fiction műalkotások is erősen táplálják a képzeletünkön keresztül a tudomány fejlődését. Ugyanakkor nagyon sok szituáció és eredmény történt, szerintem mindenki most már olyan történeteket, aminek kínos vagy éppen kellemetlen eredménye volt, netán anyagi vagy emberi létezőkötelünk árakat okozott. Hogy hol vannak a határok, hogy mi az, aminek helye van és mi az, aminek nincs, mit éltünk el eddig és hol tartunk, arról a három szakértőnkkel fogunk a következő két órában beszélgetni. Bemutatnám sorban őket, mellette dr. Lővinc András, aki az Eötvös Loránd Tudományi Egyetem kutatója, mellette dr. Horváth Péter, ő a Szegedi Tudományi Egyetemen végzett és jelenleg a Magyar Tudományos Akadémia Szegedi Biológiai Központjának kutatási csoportvezetője, végül pedig dr. Nemes László, aki a Semmelweis Egyetemen a Magatartás Tudományi Intézetének az oktatója. Én át is adnám nekik a szót, ők készültek egy rövidet bemutatkozással, kérlek fogadjátok őket. Figyelem! Köszönöm szépen, egy rövid prezentációval készültem. Egy másodperc kell hozzá. Mindenki szeretettel üdvözlök, Lőrinc András vagyok, az ELTE, az Informatika Karon a Mesterséges Intelligencia Tanszéken dolgozom, és amivel foglalkozom, a mesterséges intelligencia és a humán intelligencia kulcskérdései. Ugye van egy óriási probléma ebben a világban, ez a bizonyos titok, hogy olyan csodában is van az, hogy azok a tudományos felfedezések, amely sok-sok milliárd ember 20 év alatt gyűjtött össze, az közel 20 év alatt egy gyereke beletehető 5 éves kortól 25 éves koráig átadható, mert itt vannak azok, hogy mindenki átvette ezt a tudást, de ez valahogy egy fura dolog, valahogy a felfedezés és a tudásgyűjtés az nagyon különbözik egymástól. A probléma pedig a háttérben, azt elég gyors és elég könnyen el tudom mondani, a megoldást azt nem. Vagy hát valami azért több probléma is, hogy arra kitérni. A probléma az a dimenzióknak az átka.
Gondoljuk el azt, hogy egy véges világban élünk, hát ez mindezzel mondjuk véges, neki csak a színeket, a szagokat, mindegy, fény megvilágítást. És akkor persze valamelyszerűen tudjuk ezeket normálját, vigyük be ezt a tartományt mínusz egy és egy közé, és az egyszerűség kedvéért veszünk összesen kettőt a dimenzióról, akkor a világunk egy kétdimenziós négyszer. Szeretnék ebben a négyszerben valami optimális megoldást találni egy problémára, méghozzá a mai világban ezeket általában mély hálókkal keresgéljük, amelynek sok mélyes anyaga van, és ezek millióink biztosan, és ezeket hangból öltük össze-vissza, és tegyük fel a problémákhoz olyan, meg a világ is olyan, hogy a világ kedvező a számunkra, tehát azt mondja, hogy ha vagy egy van globális optimum, keresünk azzal a környékében is, környékben is elég megoldásokra, és akkor lehet, hogy ez a vonzási szeretetnek a globális optimumnak, ez egy kőszerű tünemény, méghozzá a kedvező világ a számunkra, ez a lehető legnagyobb kör. Egy ilyen esetben, amilyen kört mi rajzolni tudunk, az hát mínusz egy és plusz egyes választunk be, egy sugarú kör tudunk ebbe beletenni, ez a számunkra a legkedvezőbb eset, ennél jobban nem tudunk kitalálni. Azonban már két dimenzióban is, hát kimaradnak részek. Mekkora ezek a részek, amelyek kimaradnak? Két dimenzióban ez nem olyan rettenetesen nagy, hát a csúcsig a távolság, tehát ugye kettő, abból valami kormány, 1,41 kettőmagy, tehát ennyi maradok. Sajnos ez dimenzió függő. És a dimenzió függésnek két nagy problémája van. Rettenesen rondán skálázik. Másrészt pedig nagyon nagy dimenziós információ kötegekkel dolgozunk. Tehát csak a retinán 1 millió szenzor van, de sok millió nem is ér. De azt jelenti, hogy ez a világ, amiből mi észleteket gyűjtünk, az egy 1 millió dimenziós. Most 1 millió dimenzió esetén az a picit arra van, mint egy 0,41 volt, az nem 0,41, hanem 1 milliónak a gyöke mínusz 1 már, azaz 999 hosszú egy ilyen tüske. Ezek óriásiak a számunkra vonzó területtől eltekintve. Ez egy pici terület. És nem is ez az igazi baj, ez még csak hagyja. Az igazi baj az, hogy két dimenzióban 4 darab ilyen csúcs van. 3 dimenzióban már 8, 4 dimenzióban már 16, 1 millió dimenzióban pedig 2-1 millió. Ez rettenetesen nagy szám. Ezzel a számmal rendkívül nehezen tudunk egyáltalán, ráadásul az a baj, hogy a mi agyunk nem tud több dolgot a fejében egyszerre menedzselni, mint 7 plusz plusz 2. Ennyi memória fér egy időben az agyunkban. Ez hangulnak, ha optimis az agyunk, akkor ez 2 a többet. Egy 3-os szorzó áll, egy 1 millió nálos kitervel, 1 milliós kitervel ebben szemben. Mekkora ez a 1 millió, mint kitervel? Hát egy példát azért mondok rá gyorsan, nagyon nehéz felfogni, mondjuk mindenki látott már papírlapot, annak a vastagság 0,1 mm, elég könnyű félbehajtani, akkor a vastagság kétszerűen vastag lesz. Ha még egyszer félbehajtjuk, akkor már négyszerűen vastag, akkor már kitevő már 2. Hát ha csak 50-szer félbe, minden félbehajtás az eltartani 2-3 másodpercig, elég gyorsan megvegyük ezzel a feladattal, az a kérdés, hogy milyen vastag lesz. Nem biztos, hogy nagyon gyorsan tudjuk ezzel készülni, mert ez a magasság, amit nekünk létre kellene hoznunk, az éppen a Földnap távolsága lesz. De egy picit nagy, és mi csak 50-nél tartunk, hogy van hátra 999.950 kitevő elem, amit még oda kell raknunk, elképzelhetően nagy, hogy akik ezzel tudnának megbirkózni, az egy nagyon nagy kérdés. Mégis vannak olyan megoldások, amelyek ma úgynevezett mély állókkal, amelyek azt mutatják, hogy ezek a dolgok szupermán performanciára képesek. Mutatok egy példát. Az a kérdés, hogy mi van ezeken a képeken. Akik hátul vannak, azok talán könnyebben tudnak becsülni, akik közel vannak, azok talán kicsit nehezebben. Hát azt gondolom, hogy elég sokan láttad, hogy a társadalmat az 50%-a tippeletre, az ezeken a képeken arcok vannak. Ha az a kérdésem, hogy tessék megmondani, hogy milyen arc van mögötte, akkor már sokkal nehezebb lenne. Egy könnyebb kérdést teszek föl, azt a kérdést teszem, hogy jó sorrendben vannak ezek az arcok. Vajon a bal oldali arcok mögött azok az arcok vannak, amiket a jobb oldalon felsorolhattam. Mindest a számítógép tipje az a következő. Ezeket a képeket még sosem láttam, és a bal oldali
képekről, a jobb oldalra tippel. Erre még biztosan nem lennénk képesek. Lényeges, hogy jobban teljesít, mint ahogy. Valami trükk van itt a háttérben, és amúgy pedig bemutatható, hogy esténként a performance, tehát milyen módon ezek működnek, azok gyengébbek vannak, szóval van valami nagy trükk, amit ezek a mai állók még nem tudnak. Mutatom a példát. Bal oldalt egy-egy általán is megismerhető objektum van, tehát egy terrautó, vagy valami kis kutya. Közben pedig egy tisztelesére erősített zaj. Szóval a tisztelesére erősített zaj, rátesszük erre a képre, nem is látjuk a differenciát a bal és a jobb oldali kép között, és az osztályozás, amit a rendelő fantasztikusan betöltött rendszer mond, az egészen más, mindegyikre azt mondja, hogy ez egy madár, egy struc. Úgy vannak ezek az agyok elkészítve, mert ebben a hatalmas térben hiába mutattunk egy milliárd példát, az iszletesen messze van a 2000 millimétertől, és ezek talán olyan példákat, amelyek félrevezetik a rendszer. Minket nem vezetne ilyesmi félre egyáltalán, ez egy másik példa, egy pandomacival, mert még észrevennénk, hogy ott vannak kerekei, meg ablakai, meg az autónak, nem mondanák rá valami más. Az igaz? Mindenki rendben van. Az igazi probléma, itt láttad, hogy önvezető autó, és a Tesla autóval van szó, és a Tencent nevű kínai cég csinált ezt a példát. Föltett három darab pici piros kör az útra, amit ő kitalált a Tesla autó becsapására, mire az autó átment az ellenkező sávba. Könnyű becsapni, és én garantálom, ismerve a mai világot, hogy emberek fognak azzal szórakozni, hogy becsapják az ilyen rendszereket, és Tesla autókat, vagy az egyéb önvezető autókat karombolukba vigyék be. Vannak problémák, miközben ezek szuperhumán performanciára képesek, van valamit, mi tudunk, és ezek a rendszerek még nem tudnak, erre vannak gyenge elképzeléseink, hogy melyek azok, és egyébként számos veszélye van az ilyen rendszerek. Köszönöm szépen! Szervusztok, én Horváth Péter, a volt Magyar Tudományos Akadémia Biológiai Kutatóközpontjának a Biokémiai Intézetének az igazgatója, és mi főleg alkalmazott mesterséges intelligenciával foglalkozunk, de az én csoportom az mikroszkópos képekkel dolgozik, és azoknak a mindenféle biológiai, biokémiai alkalmazásával. Egészen pontosan, amivel mi foglalkozunk, képek javítása, képeken objektumok megtalálása, például egysejtek, baktériumok követése, sejtek követése, gépi tanulással megmondani, hogy egy sejt milyen típusú, például daganatos, nem daganatos, ilyen-olyan fajta, illetve egy sejt izolációval, ami azt jelenti, hogy valamilyen natív környezetből eltávolítani egy sejtet további molekuláris analízisnek az elvégzésére. És igazából nagyon kevés példát hoztam nektek, de próbálok érdekes lenni. Nekünk az alappélda az az, hogy egy mikroszkópos képből, például itt vírussal, influenza vírussal fertőzött sejteket láthattuk, és arra voltunk kíváncsiak, hogy milyen gyógyszerek fogják meg, vagy milyen gének segítik, fogják meg a fertőzést. Mi valahogy megpróbáljuk értelmezni ezeket a képeket, és nem egy képről van szó, hanem gyakran 1 millió, 10 millió darab kép, milliárd sejtekről, darab sejtről. És ami érdekességet hoztam nektek, és amiről már András elkezdett beszélni, ez a deep learning, tavaly volt egy bajnok,
különbség, ez a Kaggle, nem tudom, az ismerős nektek, ez egy olyan portál, ahol világversenyeket szerveznek, és az volt a feladat, hogy találjuk meg egy mikroszkópos képen az összes sejtmagot, tetszőleges mikroszkópos képen, a patológiáról, ilyen helyről, írjunk egy programot, ami ilyen képeken a képes megtalálni egyébként az összes sejtmagot. Én ezzel foglalkozok körülbelül 15 éve, úgyhogy ez baromi jó volt nekem, és közben úgy adódott, hogy ez igazából mindenféle biológiai képelemző feladatnak a legelső kiinduló pont, hogy tudjuk, hogy hol vannak a sejtek. Ezért nagyon sokan versenyeztek, és a talán valaha volt legnagyobb bioinformatikai versenyévá 4000 csapat indult rajta, és hát a mi kis módszerek, amiket fejlesztettük, az olyan ezredik helyre jó volt. Mi az Isten történik? Természetesen mindenki ezzel nagy varázsszóval próbálkozott, hogy deep learning, és mesterséges, ezeket a nagyon mély mesterséges neuronhálókat használták, mondjuk az első 200 legalább. És hát mi is be tudtunk jönni az elmúlt, mondjuk a 100. kérdőben 50. helyre. Azt tudni kell, amit pontosan az András mondott, hogy nagyon abból, hogy a dimenziótlanság átka van, nagyon sok tanító példa is kell ezekhez a módszerekhez, hogy helyesen tanuljanak. Nekünk meg nagyon kevés volt, és őrült drága. Tehát az, hogy leültem a patológust és felszolgatja a sejteket, az drága. És mi bevetettünk egy olyan ötletet, amit úgy hívnak, hogy Image Style Transfer Learning, ami azt csinálja, hogy fog egy alapot, meg fog valamilyen bármilyen más stílust, és rá tudja vetíteni azt a stílust. Talán a legnépszerűbb kép ebben a körben van egy német kis város, meg egy tárgyi festmény, meg tudja a gép festeni azt a német várost a festőknek a színecsatlanásaival. És meg tudja, és ha megnézitek, nem csak a színek hasonlók, hanem tényleg az ecsatlanások. Hogyha ezt meg tudja csinálni festményekre, akkor arra gondoltunk, hogy meg tudja csinálni sejtekre is. Tudunk gyakorlatilag szimulálni sejteket, úgyhogy mi mondjuk meg, hogy hol vannak, és mindent tudunk róluk. És elkezdtünk ezzel játszani. Volt egy igazi kép, és csináltam belőle mesterséges képeket. Ezek mind mesterséges képek, amit a gép csinál. És mesterséges intelligenciával készített képekkel tanítottunk mesterséges intelligenciából származó módszereket. És hát ezt a versenyt ezt megnyertük vele, és most még tovább is tudtuk fejleszteni. De gyakorlatilag van egy olyan módszer kezünkben, ami szinte akármilyen mikroszkópos képet odadobunk, akkor azt fogja tudni, és ezt így tanítva tanítottuk a gépet, ha úgy tetszik. Persze meg van ennek az elméleti háttere, amivel majd lehet, hogy egy picit beszélgetünk, de ez inkább most ilyen pillanatban érdekesség. És hát használjuk is ezeket értelmes dolgokat és ezeket a módszereket, és azt gondoltam, hogy egy klinikai problémát mutatok, amin dolgozunk nagyon gyermekkori leukémiával kapcsolatban. Az volt a klinikusnak az ötlete, hogy fogjunk csontvelői őssejteket, kezeljük meg őket gyógyszerrel, és tegyük be a leukémiás sejteket. És meg tudjuk-e úgy jönni, hogy közvetve kapják a gyógyszert. És itt láthatók az őssejtek, itt láthatók a leukémiás sejtek, és azokat a gyógyszereket keresünk, aki az őssejteket nem bántja, vagy a csontvelőjében lévő sejteket, mert azt nem szeretnénk bántani. És az a baj, hogy ezek élő kultúrák, és nem nagyon lehet őket mikroszkópozni, csak egy ilyen nagyon béna fajta mikroszkópiával tudunk élni, és azon kéne dolgozni, és például erre mély tanulást használunk, ami szétszedi a leukémiás sejteket, meg az ős sejteket, nem nagyon látszik, de pirossal vannak a leukémiás sejtek, zöld az ős sejtek, baromi gyorsan csinálja, és hát ez klinikai használatban van, ezt egy svájci kollaborátorral csináljuk, és már több mint 100 pacienst kezeltek, úgyhogy ez javasolta, hogy mi az optimális gyógyszer. És legutoljára két videót hoztam nektek, amin most dolgozunk. Remélem, hogy lejátszom. Igen. Ezeket a módszereket összekombináltuk mindenféle ilyen robotikával, vezérelt eszközökkel, és az a kérdés, hogy egy sejtet ki tudnánk szedni egy natív környezetből, és erre fejlesztettük ezt az úgynevezett KAMI eljárást, ami lemikroszkópoz nagyon sok sejtet, amit gondoljátok millió sejtre,
megtalálja az összeset, kiválasztja egy mesterséges intelligenciát, hogy kik azok, akik valamilyen szempontból fontosak, például betegek, ez csak ilyen PR stuff, és utána egy kis lézer oda megy, és kivágja az egysejtet, és kiszedje nekünk, és le tudjuk szépen állni. Jó? És hát itt, csak hogy érezzétek a méreteket, itt ugye egy sejt az, egy hajszál az egy tized milliméter, egy sejt az egy század. A vágás az pedig egy ezred milliméter, tehát gyakorlatilag a hajszálnak a százada az a lézervágás, amit csinálunk egy hajszálnak a tizede nagyságú objektumnak. És ezt ki tudjuk így szeregetni. És a legutolsó videó, amin dolgozunk, az agyban is ugyanezt meg tudjuk csinálni. A humán agyban ki tudunk egy agyszelet, szóval nem az embernek az agya, hanem egy operáció után egy agyszeletünk van. És egy ilyen nagyon spagetti az egész, mert nincs benne festék, úgyhogy itt is egy ilyen fáziskontraszt mikroszkópiát használunk, megtaláljuk a sejteket, és oda vezélünk mikronpontossággal egy pipettát, és ki tudjuk szedni ezt a sejtből, meg tudjuk mérni különböző elektrofiziológiai tulajdonságokat, és ezt az egészet egy ilyen intelligens rendszer vezérli, ami megtalálja, oda kontrollálja a sejteket. Amit itt láttok, ott lesz egy kis pipetta, ami bemegy az agyba, ezt nem érintette ember, ezt maga találta meg, és maga vezérelte oda a gép, és azt mondja, hogy jó mélyen vagyunk bent, hát mikroszkopikus szkélben jó mélyen, mert 2-3 mikron mélyen vagyunk bent az agyban. Jó? Igazából jelenik, szóval mi körülbelül ilyesmi dolgokkal foglalkozunk, ez főleg alkalmazott mesterséges intelligencia, valamennyi fejlesztést is csinálunk, de inkább alkalmazott. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Mindenkit üdvözlök én is, én nem készítettem ilyen prezentációt, elmondom röviden az én hátteremet, és hogy én hogyan kerültem be a mesterséges intelligenciával kapcsolatos megfontolásokban. Hát én filozófus vagyok, tehát én nem tudok ilyesmi fajta kutatásokról, vagy saját kutatásokról beszélni, filozófus és bioetikus. A 90-es években, amikor én filozófia szakra jártam az egyetemre, akkor nagyon sokan foglalkoztak ilyesmikre. Akkor Magyarországon akkoriban virágzott a kognitív tudomány, nagyon sokan a filozófusok, fiatal filozófusok vagy hallgatók érdeklődtek olyan nagy kérdések iránt. Ez volt a kötelező kérdés, egy kicsit olyan lerágyan csontnak is tűnt, ez gyakran egy megmosolyogni való kérdésnek, hogy tudnak-e a gépek gondolkodni, vagy majd valamikor fognak-e gondolkodni. A mesterséges intelligencia akkoriban inkább egy eszköz volt, egy kutatási és fogalmi eszköz a filozófusok számára, hogy mit is jelent a tudatosság, a gondolkodás, az intelligencia, a nyelvhasználat, lesznek-e majd a gépek valamikor képesek, akár érzéseket érezni, ilyeneket tudunk-e majd valamikor csinálni, vagy eleve nem, és az lehetetlen, hogy rendesen nyelvhasználó mesterséges gépeket vagy kreációkat hozzunk létre. Ezek voltak a kérdések, én úgy látom, hogy ezeket ma már mindenki úgy valahogy elvetette, senki nem foglalkozik ezekkel. Tehát a 90-es évek biztos az lett volna az első kérdés egy ilyen beszélgetésnél, de mit jelent az intelligencia, hogy ez tényleg intelligencia? Ha sokkal azt hiszem szabad elvűben használjuk a mesterséges intelligencia kifejezést, akár azt gondolnám, hogy talán egy zsebszámológépre vagy egy okos mosógépre is azt mondanánk, hogy az mesterséges intelligencia rendszer. Tehát nem törekszünk már arra, hogy itt valami nagyon emberi jellegű speciális gondolkodás vagy kognitív folyamatot reprodukáljuk ezekben a gépekben. Érdekes módon, amikor eltűnik ez a probléma a filozófusok horizontjából, akkor később az elmúlt években újra előtérbe került, de már nem így, nem ebben a formában, hanem inkább a társadalmi felhasználását illető aggályokat, etikai, jogi, egyéb kérdéseket illetően. Megjelennek ugye viták esetleg a önvezető autók etikájáról és más hasonlókról, és ami engem érdekel elsősorban az, hogy az orvoslás hogyan alakul el, tehát itt, amit Péter is bemutatott, ilyenfajta technológia, hogyan alakítják át egyáltalán az orvoslást, hogyan alakít, milyen új lehetőségeket hoz be, hogy alakítják az identitásunkat, hogyan alakítják a testünkhöz való viszonyunkat, hogyan alakítják az orvosi munkát, átválthatja, kiválthatja ezt majd mesterséges intelligencia rendszer, robotok lesznek majd a jövő orvosai-e. Az orvoslás nagyon költséges és nagyon kevésbé hatékony dolog, leginkább az orvostanhallgató ma is könyveket magol, majd utána különböző tanfolyamokra jár,
és így is csak egy nagyon kevés információt tud igazából a munkájában használni. Ez biztos, hogy ki tudják nagy adatbázisok váltani, de a diagnosztikában, akár a különböző műtéti eljárásokban, terápiák kidolgozásában, és persze az ápoló munkában is megjelenhetnek mesterséges intelligencián alapuló rendszerek, robotok, egyebek. A kérdés, hogy ennek tényleg örülünk-e, ez hogyan, milyen irányban változtatja meg a munkánkat, mi lesz ugye az adatvédelem jelentőségével, hogyan fogja ez megváltoztatni az orvoslás gyakorlatát, etikai vonatkozásait ebben a vonatkozásban is. Tehát engem elsősorban ezek a kérdések érdekelnek. És ezzel együtt az is, hogy ahogy ezek a dolgok változnak és egyre inkább megjelenik a gyakorlatunkban a mesterséges intelligencia, megváltozik az identitásunk és a szabadságról kialakult felfogásunk is. Tehát, hogy ez is egy történelmi, társadalmi konstrukció, ritkán veszünk ezt észre, ritkán beszélünk erről így, hogy hát lehet, hogy amikor ezek tényleg az életünk részévé válnak, akkor már másképp fogunk ezekről a dolgokról is gondolkodni. Nyilván az írásbeliség, vagy az internet, ez is megváltoztatta, hogy magunkról és a szabadságunkról, vagy a világunkról gondolkodunk. Valószínűleg ezek az új technológiák is nagyban kihatással lesznek erre. Az orvoslás az egy nagyon erősen technológia igényes terület, tehát szerintem leginkább talán ott fognak megjelenni ezek az újítások, és hát nagyon úgy mondanám várjuk őket, és próbáljuk át felkészülni is egy kicsit ezekre a jövőbeli dilemmákra, vagy amik már is itt vannak velük. Köszönöm szépen! Ja. Témát elég jól körüljártuk, szerintem elég jó három irányból megközelítettük, és hát sok már megfogalmazott kérdésemre lényegében választ is adtatok, ezért megpróbáljuk majd körüljárni. A részben visszatérnék erre a dimenziók átkára és arra, hogy az univerzum véges. Van-e a mesterséges intelligenciának végessége, illetve van egy olyan szint, ahol az ember már nem tud majd egy okosabbat létrehozni, mert elértük az emberi teljesítő képesség határait, vagy lesz olyan, hogy a mesterséges intelligencia előbb-utóbb a fejünkre nő is már olyan dolgokra lesz képes, amire az ember egyáltalán nem. Jó, nem akarsz tőlem kérdezni. Hát aztán elég nehéz a kérdés, megpróbálok rá válaszolni, és tessék meg kritikával tekinteni, mert ugye arról szól, hogy mi is lesz majd a jövőben, mit tudunk mi. Azt mondjuk, hogy most tudunk, de a jövőre nézve egy nyitott kérdés. Nagy kérdés az, hogy mi az a trükk, amit az emberi agy itt csinál, amikor ezt az óriási dimenziót, hatalmas teret leviszi sokkal kisebbet. És a nyugtalanító gondolat az az, hogy hát ezt már a patkányok is tudják. Szóval az a mechanizmus, amit mi itt csinálunk, az ugyanaz, mint amit a patkányok is csinálnak. Most az a kérdés, ez algoritmus-e vagy sem. Persze nekik jóval kisebb vagyok van, nincsenek minden, nem képesek mindenre, de pont az a legnagyobb hátrányuk, hogy nem tudják átadni a tudást, mint hogy mi át tudjuk adni 20 év alatt, mert nincsen meg az a tanítási lehetőségük, amit nálunk kikísérleteztek az elmúlt néhány ezer évben. Emiatt a patkányok nem tudnak sokkal okosabbak lenni, mint pedig igen. Mi az a titok, amit ők csinálnak, vagy amit az egész emlős vagy csinál, és ebben az esetben a válasz az közeledik, nem tudjuk még a pontos választ, neurobiológusok fogják ezt talán megoldani. Az a kérdés, mi kérdésük az, hogy algoritmus-e? Ez egy másik kérdés, hogy mikorra lesz meg, mert lehet, hogy holnap után lehet, hogy megvan egyébként, hogy algoritmus-e? Hát ha nem algoritmus, akkor jó van, akkor sose fog előre. Talán sose érik el azt a szintet a mesterséges intelligenciában, mint amilyen szinten mi vagyunk. De hát akkor micsoda, azt nem tudjuk, akkor kívül vittük a materializmuson az egészet, mert egészet más szintre lehet, nem tudjuk. Ez lenne a szerencsés eset. Ha viszont algoritmus, akkor azt meg kell fejteni, micsoda, és attól kezdve meg egy csomó probléma elő. Ilyen probléma az, hogy lehet-e nálunk okosabb. Ha mondok ilyen limitációt, hogy lássuk, hogy bizony lehet nálunk okosabb. Az egyik ilyen dolog az az, hogy hát egy 70 éves fejlődésre nézünk vissza, ezek a számítógépek 70 év óta fejlődtek. Szemben a patkánytól máig történő fejlődéssel, ami hát az 100 millió éves mértékkel kell mérni. Sokkal gyorsabb ez a fejlődés, és lenézhetjük addig, amíg nem halad meg minket, de utána pont ilyen gyorsan fog tovább menni. Ez egy komoly gond. A másik pedig a saját limitációkat láthatjuk, hogy hát én meg tudok oldani egy Rubik kockát három dimenzióba. De mi arra a garancia,
hogy a big data, vagy a nagy adathalmazók azokra való ráhatásoknak a szabályozása azokkal történő bánásmód, abban is három dimenzióban. Mert a Rubik kockát négy dimenzióban megoldani már nagyon nehezen tudom. Vagy egyáltalán el sem képzelni a négy dimenzió. Algoritmus tudok ráírni, ebből a szempontból a gépnek előnye is lesz, de bizony nekünk nagyon komoly határaink vannak. Mi három dimenzióban kvázi látunk, három dimenziót érzékeljük, három dimenzióban tudjuk megfejteni a dolgokat, egy az geometria, esetleg ki tud menni gráfokhoz, de a gráfok esetében is azoknak a dimenziót megnézzük, a általában háromnál nem mennek följebb definiált a dimenzió. Szóval sajnos az a gyanú, hogy bizony meg tudnak ezek minket haladni. Hogy átveszik-e a hatalmat, vagy mi történik, hát ez bizony már nem az én kérdésem, ez a politikusoknak a kérdése, meg azok a kérdése, hogy ezekben a témában szavaznak. Valahogy milyen törvények legyenek. És hát ebben sajnos nem túl jó a véleményem, az emberek nem feltétlenül szavaznak úgy információ birtokában, hanem hirdelmek birtokában szavaznak. Ebben az esetben persze nagyon nehéz megköltöntést hozni, mert nagyon könnyen megvezetnek minket legkülönbözőbb módokon, tessék megnézni a Facebook fake news-ait, vagy úgy bármi más, ami általában terjed. A hiedelmeink azok megvezérelnek minket, és erre lehet építeni. Úgyhogy attól tartok, hogy baj lesz. Hogy pontosan micsoda, azt nem tudom, de félek. Köszönöm szépen. Szóval szerintem az, hogy algoritmizálható-e az emberi gondolkodás, vagy nem, az kicsit oda kérdés, hogy van Isten, vagy nincs Isten. Ez off topic nekem, ha algoritmizálható, akkor algoritmizálni fogjuk. És én úgy gondolom, hogy az emberi intelligencia nagyon magas, de ezt előbb-utóbb valami egyszerű elgondolni, hogy felül fogja egy kép szárnyalni. Tehát az, hogy van egy pár millió neuronunk, ami valahogy kapcsolódik, ezt tök ugyanúgy meg tudjuk csinálni egy algoritmusban is, az pedig, hogy ezt valaki etikailag szabályozni fogja, vagy nem. Nézzük meg, hogy Kínában miket csinálnak az embriókkal például, miért szabályozná. Tehát a tudomány sosem tudták megállítani, és nem is fogják tudni valószínűleg. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez kizárólag idő kérdése, hogy a gépek azok intelligensebbek lesznek, mint mi intelligensnek gondoljuk magunkat, mert van 100-200 terjedő IQ-nk, 500 sem valószínűleg, hogy nagy szám egy gépnek néhány valamennyi idő után. Az, hogy ez most jön, vagy nem most jön, ez, hogyha egy picit az elméletével foglalkozunk, fogalmunk sincsen. Most ugye egy őrületesen nagy forradalom van a mesterséges intelligenciában, amiről ketten is beszéltünk, a deep learning, vagy már említetted a kvantum számítást. Ez most egy nagyon izgalmas periódus. Őszintén szóval fogalmunk sincsen, hogy a mély tanulás, ez a deep learning, ez mire képes, hogy amit most látunk, ez a kezdete vagy a vége, de vannak olyan algoritmusok, amik már algoritmusokat fejlesztenek, úgyhogy még van benne valamennyi szabad kapacitás, de azt nem tudjuk, hogy ez meddig húzható, vagy mikor lesznek olyan koncepciók, amik ennél még intelligensebbé fogják tenni az algoritmizálást, de ez egészen biztos, hogy egy idő kérdése. Azért az elég reflektáltatlan eredet volt ez a Kínára való hivatkozás, mint egy etikai érvegy vitában. Nézzük meg, mi van Kínában, és ezzel igazolni lehetne esetleg problémás dolgokat, de valószínűleg hogy azért tényleg nem az. A kérdésre válaszolnék, én azt mondanám, hogy talán pontosan az emberi intelligencia fogja kiszabni ezeknek a határait. Tehát, hogy lehet, hogy ha olyan okos vagy olyan intelligens, ami nem feltétlenül ugyanazt jelenti, rendszerek jönnek létre, amelyek az embernél sokkal jobban működnek, vagy sokkal okosabbak ebben az értelemben, akkor egy ponton túl nem fogjuk őket érteni. Én már okosabb vagy intelligensebb emberrel még tudok beszélni, tudok tőle tanulni, tudok információkat nyerni, egy radikálisan sokkal okosabbat egyszerűen nem fogok megérteni. Tehát, hogy lehetséges, hogy olyan erős, olyan gyors rendszerek jönnek, amelyek kidobnak mondjuk egy diagnózist, vagy valamiféle más megoldást egy más kérdésben, és nem fogjuk érteni, és ott fogunk állni, hogy vajon mi lehet ez, mint ugye a 42-ben a
bizonyos könyvben. Tehát, hogy szerintem ilyen értelemben fogja kijelölni az emberi intelligencia azt a határt, ahol még tudjuk használni vagy értelmezni a mesterséges intelligenciát. Hogy ennek egy gyakorlati verzióját mondjam, hogy például a modern orvosi etika, hogy erre visszatérjek, ugye azon az alapelven működött, hogy a betegeket tájékoztatni kell, és be kell őket vonni a döntésekre. Korábban ez nem volt, egy paternalista jellegű orvosi magatartás volt jellemző, ami azon alapult, hogy ez aszimmetria volt a orvos és a beteg között a tudásban. És így is reagáltak a páciensek, a betegek az orvos tudására, a fehér köpenyes mondjuk Istenre, hogy ő mindent tud, én még nem tudok semmit, mert nem is tudhatok. Megjelennek az információ, megjelennek az internet, és ma már utána tudunk nézni, de hogyha majd nagyon erős, nagyon gyors és nagyon intelligens, mesterséges rendszerek fogják hozni mondjuk a diagnózisokat, vagy a terápiás javaslatokat, akkor megint azt gondolom, hogy egy ilyenfajta paternalizmus fog előkerülni, vagy akár a politikában, mint ahogy elhangzott, hogy azt gondoljuk, hogy a legjobb, amit tehetek, hogyha rábízom magam egy ilyen rendszerre, és hogy tulajdonképpen fel fogom adni azt a fajta autonómiámat, szabadságomat, amihez annyira ragaszkodom még ma, vagy ragaszkodtunk az elmúlt évtizedekben. Lehet, hogy ez tulajdonképpen egy észszerű döntés lesz azt mondani, hogy csináljon velem ez a gép, amit akar, és alávettem magam az ő tudásának. Hogy ez még etikusan és viszonylag komolyabb károk nélkül történjen, nagyjából minden olyan mesterséges intelligencia valamilyen döntést hoz, mielőtt az beavatkozna és a döntésének megfelelően valami is, mindig van ott egy ember, aki bármikor meg tudja nyomni a piros gombot és azt mondja, hogy akkor ez most olyan dolog, amit nem fogsz megtenni. Hát hiába hozott mondjuk egy diagnózist, egy algoritmus, azt nem fogjuk végrehajtani, mert az orvos látja azt, hogy ez nem. És akkor azt mondod, hogy el fog jönni az idő, amikor az orvos azt mondja, hogy lenyertem, mert már nem tudom eldönteni azt, hogy igazad van-e vagy sem. Jó ez nekünk? Tehát, hogy nem adunk ki túl sok hatalmat a kezünkben? Nem lesz ez egy előbb-utóbb, akár az emberi fejlődésre nézve kontraproduktív, mert azt mondjuk, hogy nem tanulok már meg semmit, hiszen ott van valaki, aki tud válaszolni, és egy idő után már a kérdéseket sem fogjuk tudni feltenni. Kezdünk olyan területre remezni, amihez nem konyítok semmi, de van néhány dolog, ami talán kapaszkodót jelentett. Ilyen az, hogy előtérbe került ma az a fogalom, hogy megmagyarázható mesterséges intelligencia. Ez egy új fogalom, mert az a feladata az intelligenciának, a mesterségesnek, hogy magyarázza meg, legyen olyan eredményeket közöljön, amelyeket mi jelentünk, magyarázza meg, hogy mit mi jelentünk. Ebben az a furcsa, hogy egy speciális területről van szó, amit informatikai elmélet támaszt alá. A magyarázatnak mindig a legvalószínűbb, mert valami pici bevezetet előtt próbálok mondani, de nagyon mélyen nem tudok belemenni, mert sok időt venne igénybe, és nem készültem. Tehát az a kérdés, hogy mi a magyarázat. És a magyarázat az általában egy ilyen világban, amikor észleleteink bizonytalanok, azok nem determinisztikusak, nem tudunk szigorúan érvelni, hanem valószínűséget mondunk, és azt mondjuk, hogy hát ezt a gyógyszert alkalmazunk, akkor 80%-os szansz annak, hogy ez a beteg meg fog gyógyulni. És ilyenkor a magyarázat az az, ami a legnagyobb valószínűséget adja. Tehát sok-sok lehetséges magyarázat közül az a legjobb, az a legvalószínűbb, ami egyébként a legkevesebb okra vezeti vissza a jelenség. Ezt úgy hívják, hogy Okkám borotvája, ezt valami 1200-as években találták ki, és azóta emögött elméleti tételek vannak, és speciális neuronhálókat lehet fejleszteni. Arra nézve, hogy a lehető legkevesebb okkal magyarázom valamilyen jelenség. Ebben az esetben az okokat kell tudnunk megérteni, azt a néhány okot, amit a gép felfedezett, abban kell valami közös nevezőre jutni. Tehát ha én például azt mondom valamire, hogy ez egy rákos sejt, akkor meg kéne tudnom mondani, hogy miért rákos sejt, és egyetértésre kell jutnom a géppel abban, hogy ezt ő is rákos sejtnek nevezze a következőben, mert ez a közös nyelv. Ez egyébként a kommunikációnak is a magva, tehát a kommunikációban rendkívül tömören kommunikálunk, nagyon kevés információt adunk át, mert hasonló a mögötte levő értésünk, hasonló módon gondolkodunk, elnézést, azért vagyok, az, mondjuk egy asztalról, vagy egy székről, ugyanaz elképzelésünk, mire használható, le lehet rá ülni mondjuk egy székre. Ebből a szempontból
ebből a szempontból ez az információ közlés nem képeket van nekünk, hogy nézd meg, itt van 1 millió rákos sejt, és itt van 1 millió rákos sejt, és akkor látod, ez is olyan, és ott nagyon-nagyon sok különböző kép van, hanem elmagyarázott a fontosabb jellemzőket, ami miatt azt rákos sejtnek gondolja. Ez az irány az olyan, amiben bele tudunk talán kapaszkodni, aminek a birtokában talán tovább tudunk lépni, és mégis tudhatjuk követni, hogy ilyen irányba kényszerítjük a gépeket. A pozitív dolog ebben az, hogy ebben az irányban egyébként hasonlót csinál a természet is. Tehát az emberi agyban ugye neuronok vannak, és ezek közül azt csinálja az emberi agyban levő hálózat, hogy a retinán levő 1 millió sejtből csinál 100 milliót az elsődleges látókérekre. Viszont abból a 100 millióból nagyon-nagyon kevés jelez egy-egy inputra. Ezt hasonló dolog, nagyon kevés okkal tudja megmagyarázni ezt az inputot. Erre vannak bizonyítékok, hogy tényleg valami hasonló történik. És ez a rendszer, ez érdekes módon matematikai tételekkel is rendelkezik. Amiket én bemutattam eddig, mert mélyállókat, semmilyen matematikai tétel nem volt mögöttünk. Azok konyhaszabályokkal készültek, nagyon-nagyon sokan dolgoznak ezen a témán, és kikísérletezik azokat a módszereket, amelyek működnek, és adott esetben bármilyen problémát meg akarunk oldani, mi is nagyon sokat kísérletezünk. Ebben az esetben pedig nem ez a helyzet. Ebben az esetben tétel van arra, hogy a legjobb megoldást megtalálja a rendszer, a legjobb megoldásban kevés elemmel fogja magyarázni, és azt a kevés elemet kell tudni nekünk is megérteni, hogy mi van amögött a kevés elem mögött. Tehát van arra szansz valamilyen mértékben, hogy együtt tudunk egy darabig haladni a géppel, de ebből nagyon sok szansz nincsen mégsem, mert az a mi órajelünk, az mondjuk 1 millisekundum. Hát 1 millisekundum alatt ketyegnek, hát csak nagyon jó volt a magunkat, 1 millisekundum alatt ketyegnek a neuronok. Ezzel szemben a gépnek az órajele az néhány nanoszekundum. Sok-sok nagyságrend van, sokkal-sokkal gyorsabb lesz. Hát tessék el, hogy valaki fele olyan sebességgel beszél, borzasztó unalmas. Hasonlóan unalmasak leszünk is a gépeknek, gépekhez képest, és a probléma megoldásban rettenesen gyorsan le fogunk maradni. Még jó, hogyha a bizonyos értésünk lesz hozzá. De egyébként visszatérve az első kérdésre, hát ma is gyakran van az, hogy a gép már dönt helyettünk. Hát valamilyen szinten mesterséges intelligencia van a break by wire-ben is. Nem én fékezek, hanem megnyomom a fékpedált, és utána ez kommunikál a féken, és a fék pedig szintén, akkor befékez. Hát itt valami köztem már van valami adatátvitel, vannak olyan dolgok, amik elemi szinten azért intelligenciát igényelnek. Egy leképezés van legalábbis benne. Egy másik ilyen a robot. Sebészet. Hát a robot sebészet most, amikor valaki ott vágja az ereket, meg elszólítja, hadnál jó már neki magyarázni, hogy most ezt miért pont úgy csinálja, mert nem lesz rá ideje. Én csak rá tudom magam bízni a gépre, hogy csinálja, mert a sebész, mert jobban csinálja, ugyanígy a önvezető autók hatod annyit karamboloznak, mint a normál autó, hát hagyd vezessen az autó akkor. Igaz, hogy a hírekben az jelent meg, hogy egy-egy karambol történt és halálos baleset volt, de mégis a halálozás iránta sokkal kisebb, hát hadd döntsön. Nekem nincs egy csak hogy ugye egy rögtön a következő lépés, hogy hadd vezessen az autó, de ugye ezt már úgy kell értenünk, hogy az ember viszont ne vezethesse. Tehát embert ne engedjünk oda. Embert ne engedjünk oda a műtéthez, a sebészet területén, ne engedjünk oda embert az autókhoz, és ne engedjünk embert a repülőkhöz, talán ez már régen volt is egy lehetőség, és egy csomó minden helyre ne engedjünk embert, tiltsuk be az emberi lehetőséget. Én, mivel nem szeretek vezetni annyira, engem, hogyha egy ilyen önvezető autó elszállítana ide-oda, annak örülnék. De vannak nagyon sokan, akik viszont szenvedélyesen szeretnek vezetni, nekik azt fogják majd mondani, hogy mostantól kezdve nem vezethetnek, mert csak gépek mehetnek ki az útra. Az már önmagában is valami olyasmi, ami egy kellemetlenség. Feladunk valamit, amit egyébként szeretnénk. Ezt akkor fogják mondani, hogy a többség kikényszeríti, mert olyan pici a karomból a rány, hogy azt mondják, hogy figyelj, ne szórakozom már senki az úton, menjen ki a versenypályára, ott vezessen, de egyébként meg hát ne legyen ebből karambol, egymód van rá. Ezt nem kényszerítik ki, és hát változó, hogy melyik országban, melyik közösségben mi lesz, hát akkor persze lesz olyan is, hogy egyetek vezetett, miért ne? De egy közösségi vélemény lesz, hogy ebből törvény lesz. Én még az előző kérdésemhez egy okosat nem tudok mondani, hogy bedobok egy ötletet, amiről elég sokat beszélnek mostanában. Ugye az életet azt attól számítjuk, hogy egy molekula tudja magát reprodukálni. Ez az, amikor a Földön azt mondtuk, hogy elindult az élet, és utána az evolúció lesz fejlődött, és olyan
olyan entitások lettek, amik tudják reprodukálni magukat, és az evolúció gyengéket eldobálta. Ha a gépeket az evolúció következő lépésének nézzük, hipotetikusan mondom, de oda végén látjátok, hogy nem annyira, akkor gyakorlatilag, amit csináltunk az elmúlt nagyon sok ezer évben, összegyűjtöttük azt a tudást, András azt mondta, hogy 70 év, de nyilván az a 70 év, az, hogy elinduljon, ahhoz sok ezer év kellett, hogy megismerjük, mi az elektromosság, hogy kell fűrésre, és így tovább. Felépült egy olyan rendszer, amit egyébként nagyon-nagyon az ember képére formáltunk, hogyha belegondoltok, bináris matematika van benne, az agyhoz hasonlít az összes gondolkodó szoftver, amit csinálunk. Ezt tekinthetjük úgy is, mint az evolúció következő állomása. És hogyha ezt tudja magát reprodukálni, akkor egy picit elengedik a fantáziánkat, akkor lehet, hogy nem kell a piros gomba, amit mondtál. Hát megint itt egy ilyen beszélgetés, nyilván adják hozzá egy dolgot. 98-ban voltam egy ilyen konferencián, ami idegtudományról szólt. Publikáltunk is valamit, az most érdektelen. Azon a konferencián agytudományról volt az egész, 33 ezeren voltak, szóval nem egy pici konferenciára kell gondolni. Tehát volt egy fantasztikus előadás, egyébként zöldjelvet tartottak, hát ennyi előadás nem lett. Az egy patkányról szólt, bemutatták a filmet. Egy patkány egy labirintusban volt benne, viszonylag egyszerű labirintus volt. Két része volt ennek a labirintusnak, egyik enyém volt a patkány, és a másik enyém volt a víz. És közte pedig a patkány nem tudott átmenni. Ezek a galád kutatók pedig szomjúztatták azt a szerencsétlen patkányt, az borzasztó szomjas volt, és hát egy módon tudhatott inni, és a patkány exploratív állat, hogy ezt megtalálta, föl kell állni a két lábra, és ott volt egy kallantyú, és ezt meg tudhatta húzni. Hát a patkány idegességével az égvilágon mindent megpróbált, például ezzel is próbálkozott, és akkor egy kicsi robotkar vizet hozott neki lám, és ezt meg tudta inni. Hát pedig nincsen nagy csoda, tudjuk, az balga volt, az még régen, még több mint 70 év, de ezt a patkány akkor megfogott tanulni, hogy továbbiakban nem lesz szomjas. Igen ám, de azt csinálták, hogy ennek a patkánynak az agyában a motoros kéregnél, tehát a szabályzók elindulnak, és azok kb. 100-200 millisekundumot igény az a, hogy egyáltalán a mozgás elinduljon, miközben már agyban már ott van a jel, amikor ez a jel, ezt megtanulták ezt a jelet. Nagyon speciális jel, mert a patkány rohangált jobbra-balra, és ezen belül speciális volt az, hogy a patkány két lábra áll, és a kezével megfogja ezt a kalat. És amikor már megtanulták ezt a jelet, és amikor a jelet észrevették, ami hamarabb volt, mint a patkány egyáltalán bármit csinált volna, vagy egyáltalán tudatos lett volna, tudatában az, hogy fel akar állni a mi tudatunkban, és akkor, amikor mozog a kezünk, nem 100 millisekundummal hamarabb, akkor megmozdította a kart, és hoztak neki vizet. És akkor azt lehetett látni, hogy a patkány hát fölállt, de már nem húzta meg a kart, mert fölösleges volt, tehát később már föl se áll. Csak úgy állt, nézett, kicsit hunyorított, és a kar elindult. Most ezek olyan lehetőségek, hogy ilyen csippeket be lehet ültetni az agyba, amelyek azért előttünk állnak, tehát kicsit tágabban érdemes erről gondolkodni, és hasonló filmek, hogy valaki egyáltalán nem tud mozdulni. Mostanában volt, még az izmai sincsenek már meg, semmilyen jel nem megy el az izmaival, de az agyi működés még megvan, hogy be tudja tanítani a robotot arra, össze tudnak tanulni, hogy mondod, hogy a robot neki inni tud adni, ez egy 2014-es négycsőcik. Tehát amit előbb mondtam, az 98-as cikk, ez 2014-es, 16 év van, ez a fejlődés, ez elég gyors. Tehát vannak az eredményeink abban, hogy a gépi intelligenciát valahogy mi is fel tudjuk majd használni, pontosan mondjam persze, fogalmunk sincs. Egy az etikai részére még visszalépve, hogy nagyon sok olyan példáról hallottam én is, ahol hogy mi etikus, mi nem kérdés eldöntésére az embernek, sok embernek a döntéseit vizsgálták meg, és hogy itt is akiknek a többsége dönt, akkor a mesterséges intelligencia azt mondja meg, hogy az lesz a... És ugye például ilyen példa volt, hogy egy mesterséges intelligencia ágenset rászabadítottak a Facebookon a kommentelő embereknek a véleményére, és utána megkérték arra, hogy ő maga is készítsen egy kommentet, és egy rendkívül rasszista és bunkó ember lett belőle, vagy az olyan emberként viselkedett. Hogyha ilyen, ugye azt látjuk, hogy a tanítóhalmazként tényleg az emberi döntéseket hozzuk, hiszen aztán mi másból döntsük el azt, hogy mi érdek
akkor tényleg eljuthatunk egy olyan pontra, hogy, hogy nem lesz szükség a piros gombra, és azt mondhatjuk, hogy innentől tisztán etikus a mesterséges intelligencia. Péter, elsősorban tőled kérdezem, mert csak nem mondtad, hogy eljuthatunk oda, hogy lesz olyan, hogy nem lesz piros gombra. Szerintem eljuthatunk, tehát most szerintem a legégetőbb kérdések azok őrületesen gyakorlatias kérdések, amiket most meg kell oldanunk. Van egy önvezető autó, előtt valakit, kinek a felelőssége, vagy döntenie kell, hogy az utas menti meg, vagy éppen a terhes kismamát, vagy a terhes nőt, akit előtne. Vagy hozunk egy diagnózist, rákos, nem rákos, kell ez a gyógyszer neki, akkor kinek a felelőssége az, hogy ha a gépi döntést elfogadjuk, és hibázik, akkor az kinek a felelősség. És szerintem jelen pillanatban ezekkel a kérdésekkel szembesülünk, és azt hiszem egyébként, hogy ezek azok a kérdések, amik hátráltatják a mesterséges intelligencia jelenlegi fejlődését. Például csak az önvezető autó, ugye ezek a legeslegjobb példák, amikor biztos hallottátok, elütött valakit, aki a sötét zebráról belépett, akkor ott volt a sofőr, de éppen stabilt evett, vagy telefonozott, vagy valamit, akkor ez a sofőrnek a felelőssége, mert még nincs senki, aki ezt fölmerje vállalni, hogy ez az ő felelőssége lenne. Hogyha ideig eljutunk, akkor, és ennek a jogi háttere ki lesz dolgozva, amin egyébként nagyon sokan dolgoznak, és nagyon jól halad, akkor szerintem egy nagy ütást tettünk, és én úgy érzem, hogy ez a jelenlegi probléma, az, hogy piros pont kell, vagy nem kell, az én véleményem szerint hamar el fog jutni odáig, hogy nem lesz piros pont. Akkor azt mondod, hogy jelenleg a filozófusok sokan állnak. Én úgy gondolom, hogy jelen pillanatban a jogászokon egy nagyon nagy teher van, és egy nagyon nagy feladat, hogy a mesterséges intelligenciának, vagyis nem is tudom, mert ugye azt mondtad, hogy a mesterséges intelligenciát azt ilyen nagyon szabadon használjuk. Inkább azt mondanám, hogy a gépi döntéseknek a felelősségvállalását azt hogyan fogadjuk el. Elfogadja például a felhasználó, hogy az akkor az ő felelőssége, vagy elfogadja a gyártó. Erről szerintem te lehet, hogy sokkal többet tudsz. Én nem annyira sokat foglalkoztam ezzel, hogy te egy ilyesmivel foglalkozol, azt mondtad, ugye? Akkor lehet, hogy majd megkérdezem. Csak azt tennék ezt hozzá, hogy filozófiailag nézve, hogyha ténylegesen arról beszélünk, hogy mesterséges erkölcsi ágensek ezek az autók például, akkor én azt gondolnám, hogy ez akkor lenne, amikor elfogadnánk, hogy felmerülne egy olyan opció, hogy azt mondanánk, hogy az autó a felelős. És hogyha egy ilyen csúnya dolgot csinál, hogy elgátul a gyalogot, akkor ezt az autót megbüntetjük. Börtönbe zárjuk például, megkorbácsoljuk, vagy bármi más formában, kinek hogy tetszik. Ilyet el tudunk-e képzelni, mert azt gondolnám, hogyha ez mondjuk egy filozófiai eszköz megint csak, és arra vagyunk valójában kíváncsi, hogy mit jelent az erdeli erkölcs, mit jelent erkölcsi ágensnek lenni, és a kérdés az, hogy például egy ilyen autó, vagy egy mosógép, vagy bármi hasonló, egy ilyen robot, orvos, vagy hasonló, lehetnek erkölcsi ágensek, akkor azt gondolnánk ebből kifolyólag, hogy ami például nem érez fájdalmat, nem lehet neki büntetést okozni, vagy ilyesmi, addig nem igazából lehet erkölcsi ágensről beszélni. Azt, hogy beleprogramozunk algoritmusokat, az nyilván az kivitelezhető. A kérdés az, hogy milyen alapon. Tehát az, hogy mondjuk statisztikát végzünk, hogy az emberek hogy gondolkodnak erkölcsi kérdésekről, hát az egy úgynevezett naturalista hiba. Tehát az, hogy az emberek mit gondolnak erkölcsi kérdésekről, az nem fog megválaszolni, vagy igazolni egy normatív elvet, hogy milyennek kell lenni. Általában itt behoznak egy egyszerű utilitárius kalkulációt, hogy minél kevesebb kárt okozzon, és azt kell választani. Hát ez nem egy túlságosan bonyolult. Én ebből kifolyólag még nem mondanám egy ilyen rendszerre, hogy ez egy igazi erkölcsi döntésre képes rendszer. Néhány dolgot csak gondolatébresztőnek ott tegyek hozzá. Tehát ugye egyrészt a büntetés az arra van, hogy a viselkedés megváltozzon. Legközelebb ez ne forduljon el. Hát ez nem egy akkora dolog. Hát ez a rendszer, ami a mi bennünk van, ez sokkal régebbi, mint a neokortex. Ez nagyon jól működik, és ennek az algoritmusai viszonylag egyszerű. Tehát, ha ilyen módon tanítani lehet egy rendszert,
akkor persze tessék tanítani. A másik dolog az az, hogy hát nyugodtan tekinthetjük úgy, ha akarjuk, hogy számunkra fontos, hogy a gép az kiskorú, és a szülője, vagyis a gyártója az, aki felelős érte, neki kell viselni az okozott kárt, neki kell megtérítenie anyagilag, vagy neki kell börtönbe menni adott esetben, ahogy a törvények ezt előírják. Akkor ez a kérdést, elnapoltuk. Ráadásul egy olyan irányba vittük el, ahol ha valaki bármit piacra tart, hirtelen felelőssé is válik érte. A harmadik dolog pedig az, hogy most erkölcsről és törvényekről beszélünk, hát van olyan dolog, ami erkölcs, hát négyféle kategória van. Törvényes és erkölcsös is, nem törvényes, de erkölcsös, nem erkölcsös, de törvényes, se nem erkölcsös, se nem törvényes. Hát ezek közül most a kultúránként változik, hogy melyik az, amelyiket éppen akár meg is dicsérnek, vagy akár szabad, vagy mind a kettő. Ebben roppant nehéz igazságot tenni. Mindenütt más. Úgyhogy egy picit el kell azon gondolkodni, itt a feladatok roppant nagyok, és hogy legjobb lenne lelassítani ezt az egész mesterséges intelligencia fejlődést, amit viszont éppen azért nem lehet, mert egyes országokban világhatalmi törekvések vannak, és ők nem hajlandók erőlete. És akkor valamilyen módon az összes többi országnak ezt a versenyben részt kell vennie, mert amúgy lemarad. A kérdés az talán az volt az eredeti, hogy eljöhet egy olyan állapot, amikor már nem egy ilyen gyám szerepben van, vagy gyámsági viszony alakul ki az ember és a gép között. Mondjuk ez a gyereknek kicsit sánti, de mindegy. Tehát, hogy nem az lesz, hogy a tulajdonosa vagy a gyártója a felelős, hanem hogy önmagában egy igazi erkölcsi ágensé válik. Ehhez volt az algoritmus, az viszonylag egyszerű. Nagyon így. Kvázi így tanítjuk a hálókat, megmutatjuk akkor a és megtanulja a jó választ. Minél rosszabb választ, annál nagyobb büntetést adunk. Persze a büntetés az nem az, hogy elfenekeljük, hanem az, hogy tovább tanítjuk úgy, hogy a megfelelő választ adja. De elfenekelés is nagyon változik, hogy kinek mit jelent. Hát teljesen más lett egy mozoistának, meg egy szadistának. Tehát mazolista vagy szadista lesz a mesterséges rendszer. Csak hát ez egyéni, a büntetés is micsoda, hát ez változik. Ki hogyan érzi? Nem is tudjuk elmondani, hogy hogyan érezzük. Milyen módon szégyeljük magunkat. Ez egy általunk elmondhatatlan, valamilyen belső jelzés. Nagyon, amit meg akarsz ezt fogni, nagyon nehéz feladatra vállalkoztál. Én nem látok más lehetőséget, rövid távon, mint az, hogy szülő meg gyerek típusú gazdasági megfontolások, illetve hosszabb távon pedig, hát, hogy mit hoz a mesterséges intelligencia, ezek egyszerű algoritmusok, de ezeket lehet hozni. Pontosan hogyan nem tudom. Kerülgettük itt a jogi megszabályozás témáját, és pont említetted az előbb, hogy az eltérő kultúrák miatt nehézetséges szabályozást létrehozni. Én, akikkel eddig mesterséges intelligenciáról beszéltem, és mondjuk inkább a laikusabb irányból közelítették, tehát akik a hírelmék alapján inkább félnek ezektől a dolgoktól, attól tartanak leginkább, hogy a kormányzat vagy bármilyen szabályozó szervek részéről egyszerűen nincsen preemptíven szabályozva ez a dolog, hanem egyszerűen történik valami etikai kihágás, amikor azt mondjuk, hogy ez mások, és akkor lépnek, ott húznak egy pici határt, és akkor fejlődik tovább az egész, és valahogy utólag próbálják így menteni a menthetőt. De hogy látok-e erre egyáltalán törekvést, itt már volt szó arról, hogy sokan dolgoznak azért ezen, de hogy látok-e arra törekvést, hogy a jogászok, a szabályozó szervek kézbe veszik azt, hogy ezt megpróbálják kordába tenni, sőt akár szabályozottan terelni a fejlődést. Hiszen ugye ott van felelősségről beszélünk, ugye nagyon sok olyan termék előállítása van, ahol egyszerűen akár a gyógyszerekről beszélünk, sok éves kísérlet előzi meg azt, hogy gyógyszertárban vásárolható lehessen a termék. Ugyanez a saját szakmában belül vagyok, hogyha bármilyen elektronikai eszközt állítanak elő, akkor a térítésvédelmi vizsgálatoktól kezdve egyéb minőségi szabályoknak meg kell felelni. Szerintetek el fogunk tudni jutni oda, hogy a mesterséges intelligencia is valamilyen ilyen
a szabályozás alá kerülhet? És ha igen, akkor hogyan, ki által, mikor? Én hogyha kezdhetem, akkor én is ezt a példát említettem volna, talán, hogy az orvoslás, meg az orvosi technológiák, meg gyógyszereknek a bevezetése egy jó minta lehet szerintem, hiszen ott van egy kialakult és hosszú hagyománya ennek. Hát nekem is van egy ilyen elképzelésem, hogy ezért, hogyha egy ilyen autó ott megjelenik az úton, ahol itt megyek át, vagy itt megyek a városban, akkor nekem ott valahogy tájékoztatva kellene lennem, hogy esetleg kísérleti stádióban lévő, még nem egészen biztos, vagy éppen bizonyos módon hibázásokra képes autók vannak kint. Tehát, hogy ebben nem avatnak bele minket. Hogy most egy ilyen lenne, hogy mindenkit beavatnának ebbe, és alá kellene kvázi írnunk azt, hogy ezt megengedjük, vagy részt veszünk, esetleg egy ilyen kísérletben, vagy van-e ilyen fajta kísérlet mondjuk ezeknél az autóknál, előzetesen klinikai fázisok, meg hasonlókhoz hasonló, vagy ezhez hasonló. Hát, hogy ez gyakorlatban hogy kivitelezhető, ezt nem tudom, de nyilván előtte sok különböző teszt van, ami bármilyen autó kimegy. És hát ugye önvezető autókról beszélünk, de hát mindig lesznek újabb és újabb típusok, minden cég a jövőben, a közeli jövőben le fogja gyártani a saját új típusait, és ezek mindig valahogy azért kísérleti stádiumban lesznek, és újra lesznek majd ilyen szerencsétlen esetek, gázolások. Én azt gondolnám, hogy az Európai Uniónak ez egy nagyon fontos stratégiai kérdése most, hogy a mesterséges intelligenciát szabályozza. Tehát, hogy erre való törekvés, én azt gondolnám, hogy van. Aztán, hogy ez hogy jelenik meg adott országokban, mondjuk nálunk esetleg közeli jövőben, arra várhatunk, de valószínűleg lesz ez szabályozva, vagy én azt gondolnám, hogy ez nagyon sürgető módon fog megjelenni a közeli jövőben. Van, tehát az EU nagyon komolyan foglalkozik vele, az USA is, és amit a László hozott példa, szerintem is a gyógyszer elfogadás a legeslegjobb példa, talán az a legszabályozottabb rendszer jelen pillanatban. Kutatástól a gyógyszerig elvenni valamit, az őrületesen nagy ugrás minden szempontból, a tesztek szempontjából, etikai szempontból, mindenféle stabilitás szempontjából, és erre viszont a szoftverpiacon is egy nagyon, nagyon erősen kidolgozott guideline van. Például, csak hogy mondjak nektek egy példát, azt, hogyha adatokkal dolgozok, és egy pendrive-on elteszem innen ide, meg kell mutatnom, hogyha ki szeretném vinni, mint diagnosztika, hogy az az adat nem változik meg, hogy innen ide bedugtam a pendrive-ot, és ezt hitelesen meg kell mutatnom. És tehát ilyen szempontból a gyógyszer elfogadás az egy nagyon jó és erős példa, de azt is meg kell mondanom, hogy hát mi most már azért jó néhány éve foglalkozunk olyan beteg diagnosztikával, ami életekre van impaktal kutatás szinten, és úgy hívjuk, hogy döntéstámogató rendszerek, és a büdös életben soha senki nem jut oda hozzám, hogy pedig tényleg az USA-ban, a Svájcban mindenhol használják a módszereket, hogy figyelj csak itt mi a helyzet. Tehát ez ilyen nagyon elméleti szinten megy, és van az egy nagyon nagy ugrás, hogy ezt az USA-ban FDA-approved, ez a Food and Drug Administration of az EU-ban is megvan ennek az ekvivalense, ezt engedélyezze, például egy gyógyszer kikerülhet-e, vagy egy módszer kikerülhet-e, de odáig én szerintem a mesterséges intelligencia nagyon nincs szabályozva. Ettől függetlenül nap mint nap találkozok olyan emberekkel, akik az etikai részével és a jogi részével foglalkoznak. Tehát én azt mondom, hogy minden ország foglalkozik ezzel, és a két nagy, az USA és az EU is nagyon nagy pénzeket rak bele, hogy ez haladjon. Én nem látom, hogy ez a mindennapi életünkre még bármilyen impaktal lenne. Nem tudom, hogy esetleg. Szóval ezek a témák azok, amik gyakorlatilag egyáltalán nem értek, Jali. Egyrészt az Európai Unió valóban foglalkozik vele, négy nagy európai téma indul, ezekben ilyen sok-sok millió, esetleg milliárd eurót tesznek bele a következő időszakban. Négy téma közül az egyik az a hardware, a másik a robotika, a harmadik az elméleti alapok, a negyedik pedig a humán központú mesterséges intelligencia. És ebben külön fejezet az etika, amely
meg a orvosi rész, vagy a etika, meg a jogi rész. Magyarországon van egy mesterséges intelligencia koalíció, ami megpróbál szélesen meríteni. Azon belül is van egy etikai és jogi szakirány, hét közül az egyik. Ennek a vezető egyébként éppen az ELTE-nek a jogi kara. Tehát foglalkoznak vele, csak az a kérdés, hogy elérik-e azt a szintet, amivel foglalkozni kellene. És ez a probléma az rettenetesen nehéz. Tehát ha belegondolunk abba, hogy ma befolyásolni lehet választásokat más országokban a Facebook vagy a Twitteren keresztül közölt fake news-okat, akkor már keményen mennek a dolgok, és szabályozva. Milyen területre mennek? Hát arra a területre mennek be, ahol anyagi érdekeltség van mögötte, bármit is találunk ki, a mesterséges intelligencia egy következő fázisában, annál jobb módszerekkel fognak tudni dolgozni. Tehát én azt hiszem, hogy biztos, hogy azt gondolom, bár tévednék, lépés hátrányban lesz a jó, meg az etikai kérdések általában, kivéve, hogyha valami módon ezeket le lehet lassan, de nem lehet. Amúgy mondok egy etikai kérdés, akkor tessék elgondolkodni rajta, hogy vajon mi lenne a jó eljárás. Mi indítottunk egy startupot, ez a startup együtt dolgozik egy amerikai klinikával, pszichiátriával, és együtt dolgozik a Semmelweis Egyetemmel is, ott inkább a szívvel kapcsolatos kérdésekkel. És az egyik ilyen, most jelent meg egy cikk, az egyik legjobb újságban, ezen a területen magyar cikk még nem jelent meg, ami csak magyar cikk lett volna. Ezt ők hozták létre, ez a startup a Semmelweissel egyedül. Ez azt mondja meg, hogy bizonyos szívbetegségeknél, ha most megoperálják azt a beteget, mennyi ideig fog még élni? Valamilyen bizonytalansággal ezt mondja meg. És ezt azért kell megmondani, mert kevés beteget lehet megoperálni, mert egy roppant drága műtét. A gép mondja meg, hogy kit tessék operálni, az orvos elfogadja és azt operálja. Most akkor ez, mit tetszik erről gondolni? Hogy kéne ezt szabályozni? Mi a mögötte? Én nem tudom, én nagyon rosszul érzem magam. Ezzel kapcsolatban a gép mondja meg, de nem tudok jól. Hol van itt a törvényesség? Az orvos elfogadja, pedig lehet, hogy szabályt kéne arra hozni, de nem fogadhatja el, csak hogyha ez a rendszer átment valami sokkal bonyolultabb vizsgálaton, hogy valóban jó. De nagyon kevés példa van. Tehát nagyon sok vizsgálatot nem lehet hozni, vagy nem lehet tenni, de ma holnap dönteni kell arról, hogy ki kapja ezt a operációt, ki kapja ezt a változtatást. Nagyon nehéz kérdések jönnek, vannak. Ez az etikai kérdés szerint nem szívesen foglalkoznék tovább, mert csak a kétségeimet tudom elmondani, viszont egyre nehezebb a feladat, egyre nehezebbek a megoldások, egyre hatékonyabb lesz ez a módszer. Már régeség el kellett volna ezzel kezdeni foglalkozni, és csak most indul. Amerikában speciális módon indul. Volt 2003-ban egy felhívás, a ottani OTKA, tette ezt a felhívást, hogy ugyan már nézzük meg, hogy milyen következményekkel lesznek az információs technológiák, amik minden nap életünkre. Mert akkor azt mondták, hogy hát ez egy nagyon bonyolult dolog, és kezdjük el vizsgálni. Lefújták ezeket a kérdéseket, nem foglalkoztak, hogy aztán, hogy nem kell ezt butaság, ne szabjunk semmilyen módon gátat a fejlődésnek, ne kezdjük el beültetni a félelmet az emberekbe. Most hasonló dolog indul, és azzal a fickóval, akinek akkor leveleztem, hogy mi a csodának állítottátok ezt, ez milyen jó lett volna, csak azt mondja, hogy marhaság ezt le kell állítani, az azt mondta, hogy most azért indult el, hogy a jogi szabályzást is már a gépek hozhassák meg. Azért fontos az, hogy ezeket a különböző érveket összehozzák, és jogi szabályokra nézve, már a mesterséges intelligencia hozzon majd valamilyen javaslatokat, amit nyilván törvényhozás fog elfogadni. Tehát ezzel együtt ez egy nagyon nehéz kérdés, teljesen átadva hatalmat akkor a gépeknek ebben az esetben. Amerikában ez kezdődött el. És ebben neki igaza van, valóban ebben az irányban indult el a mesterséges intelligencia. Csak egy szempontot még hozzáteszek, ahol ez érzékelhető, hát leginkább az adatvédelem vonatkozásában, a privacy kérdésekben, GDPR, ugye meg más hasonló vonatkozásában, hogy kihez hogyan jutnak el adataink, akármilyen személyes vagy bármi más adat, és hogy ezt kik fogják hogyan használni. Hát ennek a szabályozása nyilván borzasztóan nehéz, de tulajdonképpen hát ez mindenképpen egy sürgető dolog. Vagy mondjuk ez a social coding system, kínai példa megint csak egy előre vívő dolog, hogy ugye hogy lehet, hogy ez a jövőben egy valóság lesz máshol is, hogy az embereknek a napi tevékenységeit valamiféle kormányzati szinten is monitorozzák. Nem, most jött ki egy 4-5 cikk,
arról, hogy a GDPR nem ér semmi, mert kb. 15 adatból meg lehet mondani nagy biztonsággal, hogy ki az illető. Viszont sok bosszúságot akarom. Viszont sok bosszúságot. Tehát előtte jár a technológia ezeknek a szabályozásoknak. A legjobb akarat mellett semmi garantált, azt a hatást érjük el, amit szerettünk volna. A időben ott tartunk, hogy megnyitnám a lehetőséget a közönség előtt is, hogyha valakiben felmerült a témához kapcsolódóan kérdés, akkor ezt tegye fel bátran, és akkor megpróbálunk rá válaszolni. Ha nincs kérdés, akkor én kérdezek tovább, de itt rögtön lett kettő kérdés. Köszönöm. Én azt szeretném kérdezni, hogy az lehetséges, hogy egy ember egy nála sokkal okosabb, intelligensebb rendszer tudott létrehozni? Hát ezt megcsinálták a majmok is. Szelekciós rendszerrel fogok értelmesebbet hoztak létre. Miért lenne ilyen korlát? Honnan adódik az, hogy ilyen korlát van? Egyébként a kérdés az így tettük fel, hogy okosabbak vagyunk-e, mint amilyen bonyolultak vagyunk? Mert okosabbak vagyunk annál, mint amilyen bonyolultak vagyunk, akkor tudunk ebből nagyobb rendszert csinálni. Nagyon érdekes, hogy egy filozófiai dilemma egyébként, hogy egy tökéletlen létre tud-e hozni, vagy abból lehet egy tökéletesebb. Hát aztán úgy, hogy önálló valami tanulási algoritmusok vannak, amik aztán saját pályára lépnek. Nincsen garancia, de nincsen kizárás. Talán erre a legszemléletesebb példa nekem, amikor mindig egy magasabb dimenzióra próbáltak magyarázni, ugye az ember is három dimenzióban mozog, azt tudja manipulálni. És a kísérlet az volt, hogy egy gumilabdára rátettek egy hangyát, ami ugye két dimenzióban tudja érzékelni a környezetét, aki halad előre, és egy idő után azt veszi észre, hogy bár ő folyamatosan előre ment egy kétdimenziós világban, mégis visszaérkezett arra a pontra, ahonnan elindult, pedig nem ment se hátra, se jobbra, se balra. Hogy ebből kiindulva lehet az, hogy hiába van sok millió receptor az ember testén is, rengetegféle széles spektrumban tudja felfogni a környezetét. Már évszázadok óta vannak olyan eszközök, amik még szélesebb spektrumban tudják érzékelni a környezetet, és lehet, hogyha egy gép meglát valamit, amit az ember nem, és a mi logikánkkal az új adathalmazon próbál meg gondolkodni, akkor létre tud hozni olyan válaszokat, amiket a mi, innen nézve már csak szűklátó körülséggel nem tudnánk megválaszolni, vagy nem tudnánk létrehozni. Pedig a logika mögötte ugyanaz. Valahogy az intelligencia kérdése kérdeződik meg, hogy mi is az, ami történik, mennyiben speciálisak, hogy mi az, ami az a nagyon nagy dimenziót lehet, hogy tűnik kicsibe. Hát ez az algoritmus ismert. Szívesen belemegyek, mert a kedvenc témám, csak távol vinne most hirtelen a kérdéskörtől. Hát az algoritmus megismerődik, akkor mi lenne az, hogy bármi sokkal többre rá. Gondoljunk, egy példát azért hadd mondjuk. Mondjuk azt, hogy vannak P-k. Mondjuk azt, hogy kettő darab P az meghatároz egy E-t. És kettő darab E-hez általában tartozik egy S. Három darab E-hez három S tartozik. Ezek egyébként számok, tehát megmérhetőek, és a három S-nek az összege az konstans. Az mindig annyi. És amíg azt is hozzáteszünk, hogy ez a konstans ez 180 fok, akkor most elmondtam a geometriának az axiomáit. Elmondtam azt, hogy vannak pontjaink, két pont meghatároz egy egyenest, két egyenes meghatároz egy szöget, és három darab egyeneshez három darab szög tartozik, a szögetek az összege az 180 fok. Most amit én most elmondtam, abból semmi se létezik. Ezek mind abstrakciók, amelyek valamilyen módon ennek az óriási dimenziónak a lecsökkentését célozzák. Pont, hát ilyen nincsen. Senki sem tud, még pontumlanika sem tud pontról. Hát akkor viszont, ha nincs pont, akkor egyenesek sincsenek, akkor szövegek sincsenek, csak a mi gondolkodásunkat a törvény, a szabályok alkotását, létrehozatalát, a tételek alkotását segít. És ebben az esetben ugye két része van az intelligenciának. Az egyik, ami valahol Euklideshez meg az elődjéhez tartozik, ő mondta ezeket az axiomákat, persze ennél
pontosabban, mint amit én most mondtam. A másik pedig az, amire a gép is rá tud jönni, és egyébként, hogyha a kétdimenziós világban valamilyen szinten idézőjelben lát, akkor könnyebben, hogy például a háromszög magasság vonulai egy pontban metszik egymást, de mi is úgy jövünk rá, hogy rajzolgatjuk őket, és akkor látszik, hogy hát azok közel vannak, csak nekilátunk valami bizonyításnak, akkor elkezdünk keresni valami kombinatikus térben, hogy milyen dolgokat is lehetünk manipulálni annak érdekében, hogy bebizonyítassuk, mert nagyon úgy tűnik, hogy ez igaz, és akkor a végén bebizonyítjuk. Ez a két dolog kellett hozzá, valamilyen fogalomalkotás, amelyiket önmagában nem létezik, azokkal a fogalmakkal való bánásmód és szabályok keresése, és tételek bizonyítása, majd utána a tanár bemegy az osztályba, és elmondja ezt a tételt, azt mondja, hogy figyelj, vannak pontok, vannak egyenesek, hiddel, te sose láttad egy abstrahált már ezeket valahogy, és akkor utána itt a tétel, ezt elmond neked három sorba, a gyerek általában csodálkozik arra, hogy ki a csuda jött erre rá, és hogyan tudott rá, pedig ezer ember között egy valaki jött rá, viszont ő megkapja az egész bizonyítást, amit ezer ember nem tudom meddig gondolkodott, 10 perc alatt vagy fél óra, és már is a tudásnak a birtokában van. Ebben lehet bízni. Ebben a dologban lehet bízni, amit a gép így kitalál, ha hozzátartó fogalmakat, abstrakciókat, mint pont, egyenes szög, megértjük, akkor egy fokkal, akkor talán megértjük a mögötte levő tételeket, ma azok bizony nagyon könnyű. Általában ezek a tételek ilyen lineáris. Hát kombinatikus térben keresünk, de a levezetés az lineáris. Ilyenek a tudományos cikkek is. Tudományos cikknek valami menete van, egy vonala van, azon kell végigmenni. Hát ezek általában könnyű. Amit intelligenciára gondolunk, azok ilyen típusú dolgok teremtését jelentik, és ezeknek a fogalmaknak a manipulációja. Én annyit mondanék a kérdésedre, hogy az volt a kérdés, hogy tud egy rosszabb, egy jobbat csinálni, igaz? Vagy egy kulcsszót kimondtál egy jobban, és hogyha azt mondjuk, hogy valami jobb, akkor azt valahogy mérni tudjuk, hogy jobb. És akkor igazából nem kell más csinálni, csak egy optimalizálást végrehajtani. Ugye például az evolúció az optimalizál, ahol a jobb az, aki túlél. Mit csinál? Elég jól is, hogy kiválaszt, keresztez, újra terát. És amit a mesterséges intelligencia általában csinál, a Andrásra hivatkozok szintén, azt mondta, hogy a jó megoldás környékén is vannak hasonlóan picit rosszabb megoldások, tehát ezt azt mondjuk, hogy konvex problémák, nagyon egyszerű egy optimalizálást csinálni, tudunk egy jobbat csinálni, mindig addig, amíg elérjük egy egészen út, vagy egy globális maximumot. Egyszerűen birtokunkban vannak olyan eszközök, amivel tudjuk mérni, hogy valami jó, ha tudjuk, hogy valami mitől jó, és birtokunkban vannak olyan eszközök, amivel tudunk jobbat csinálni, hogy arra felhaladjunk, akkor tudunk egy jobbat csinálni, ahogy a természet az evolúció például csinálja, aki túlél, az a jó. A mesterséges intelligenciában, egyébként nem tudom, mi volt az a példa, amire azt mondtad, hogy jobbat csinált valaki, mint az ember, de van egy pár olyan példa most már, hogy szuperhumán kapacitásai vannak a gépnek, például arcfelismerés, tovább. Az egyszerűen csak miért tudjuk mérni, hogy mitől jobb, és arcfele tanítjuk őket. Ez nem vezethető vissza, hogy egyszerűen gyorsabb. Tehát, hogy ugyanazokat a módszereket, algoritmusokat használja, mint az ember, vagy a zsebszámoló gépa kell, ez is egy egyszerű példa. Ugyanúgy számol elvileg, mint mi, vagy ennek bonyolult dolog, gyorsabban csinálja meg. De hogyha igazából valami jobban tudnánk, amikor radikálisabban jobb, nem tudom, hogy mi lehet egy ilyen, egy esztétikai, vagy vallási, vagy nem tudom, milyen kategóriákban lehetne gondolni, hogy olyan lehetséges lenne, vagy tudományos felfedezéseket egy időben, ez olyan népszerű téma volt, hogy majd felfedezéseket tesznek betáplált adatokból, inputokból a mesterséges rendszerek. Hát igazából olyasmit lehet, hogy meg se értenénk megint csak, tehát elvileg ugye meg tudunk érteni ugyanazt, ha megfelelően vannak kommunikálva, de hogy ilyesmi jellegű áttöréseket el tudunk képzelni, amitől radikálisan jobb lesz esetleg. A filozófiai és művészeti kérdésekkel nem szeretnék elemenni. A felfedezés viszont elég jól definiálható dolog, egy felfedezés általában megfigyelésekből valamire következtetünk. És hogyha ezt formalizáljuk, akkor kvázi, amit keres egy felfedező,
az összefüggés adatok között. Egy elég egyszerű iskola példa, piros az ég alja, holnap szél lesz. Ugye ezt szokták mondani a régi öregek. Megfigyelték sokszor, és ebből csinálnak egy szabályszerűséget. És ugyan erre a mintára egészen, nem egészen könnyű, de lehetséges felfedező gépeket is csinálni. De elméletekről van. Akkor miután formációban tudja azt az elméletetnek akár, hogyha ezt meg ezt látja, korrelációt keres valami adatok között, akkor következik be egy adott esetben. Természetben nagyon sokszor előfordul társak közötti harccá válhat, az egyik állat megiszi a másikat, meg az erősebb legyőzi a gyengét. Ez szerintem ennyire egyszerű lesz. Kihúzzuk a kábelt, ha ki tudjuk. Ha addig nem épít magának napaznát. Megint csak két. Én szerintem előbb-utóbb, én az előbb elmondtam nagyjából a nézőpontomat, szerintem az evolúciónak a következő lépése lesz ez a fajta intelligencia, aki erősebb a szóképzés. Nála jobban csak én félek, vagy én biztosan jobban félek, mint tehető az egész. Ugye egyik oldalon vannak már olyan pici robotok, amelyek beporozzák a világokat. Röpködnek is beporozzák a világokat, tehát a mélyeket is lehet helyettesíteni. Másik oldalon pedig, hát azt a fajta gépet, amit nem lehet kihúzni a konnektorból, azt a háborúzó felek fogják létrehozni. Úgyhogy lesz ilyen. A harmadik oldalon pedig, ennek az iremnek nagyon sok oldala van, nem kettő. Hát valahol az evolúcióban azért az fontos volt, hogy mi hozta a mi előnyünket, vagy a majmok előnyét, és az úgynevezett csoportszelekció. Az, hogy mi tudunk kommunikálni, és sokkal több megfigyelésünk van, mint egy-egy egyednek, ez nagyon nagy előny. Beszédre tudunk figyelmeztetni. Megszerzett tudásból szerzett információt át tudunk adni, és itt a csoport szelekció belénk drótolt egy csomó olyan dolgot, ami a csoport túlélése szempontjából fontos. Tehát ha valaki akár nem is tud úszni, de meglát egy pici gyereket, hogy fulladozik épp a folyóban, előfordul, hogy utána ugrik, mert nem mérlegel, hanem ez benne van mélyen, és akkor utána. Ha hasonló elveket a gépekre is rá lehetne vinni, ez egész egy nagy közösség, de egymást kellene tudnunk menteni, akkor egy másik típusú koexisztencia jöhetne létre. És ha valakit ez az irány véletlenül érdekel, akkor Csányi Vilmosnak az ehhez tartozó könyvét, azt hiszem az a cím, hogy ő, vagy nem tudom, valami ismi cím. Az érdemes elolvasni, gondolatébresztő, semmiképpen sem megoldás. Mi magunk vagyunk a saját magunk ellenségei, nem a gépek, de mit csináljuk ezeket a gépek? Tehát ugye a csoportszelekcióban az is benne van, hogyha valaki hasonlít rám, akkor azt jobban kedvelem, mint ha valaki tőlem egy picit idegen, picit mások az arckozgásai, picit másképp mozog, mások a szokásai, akkor azt tőlem idegen és picit félek tőle. Ez egy verseny, és ez is bennünk van, mert egy csoporton belül védekezett, egy másik csoporton megkülönböztette magát, mert azokat megölt. Ha ezt a dolgot nem tudjuk leküzdeni, akkor egy hosszú távon nagy baj van, akkor a háborúskodás az megy, és akkor eljönnek azok a gépek, amik bizony nem húzhatóak ki a konnektorból. És semmilyen trendet nem látok arra, hogy erre a világ bármilyen módon igyekezne, miközben a fejlődés roppant gyors. Tehát lesznek konnektorból nem kihúzható gép. Ha csak mi nem vagyunk okosabbak, mert erre csak mi tudjuk készíteni a politikusokat. Elsőbb van például Kínában, viszont nehéz.
Én arra hívnám fel a figyelmet, hogy szeretjük ezt így elképzelni, meg ilyeneket hallunk, ilyen apokaliptikus víziókat, hogy majd így megölnek minket a robotok, meg háború lesz, meg ilyesmi, és így képzeljük ezt el gyakran. Meg az evolúciót is egyébként, hogy az erősebb megöli a gyengébbet, meg stb. Nem így működik az evolúció, gyakran éppen a kedvesség, vagy valami más tulajdonság fog hatékonyabban működni, és egyáltalán inkább egy ilyen sokkal finomabb versengés van. És szerintem inkább ilyesmire érdemes figyelni, tehát nem feltétlenül egy ilyen nagy háború, meg gyilkolászás lesz a gépeknek, vagy mesterséges intelligencia rendszereknek és az embereknek a találkozása és versengése, hanem talán valami egészen más. Például ugye akár úgy, hogy az ember is valahogy nem lesz praktikusan szükség. Tehát Afrikában most nagyon sok gyerek van, nagyon sok gyerek születik, mert a gyerekeknek gyakorlati haszna van úgy szólván, tehát dolgoztatják őket. Ha nem dolgoznak a gyerekek, akkor nem születnek meg. Valószínűleg, hogyha sikerül felszámolni Afrikában, én is azt gondolnám, ilyen is az egyik ok, hogyha felszámoljuk majd szépen az Afrikában is a gyerekmunkát, akkor azok a gyerekek nem ott verseket fognak írni vagy szavalni, hanem nem fognak megszületni. Valószínűleg nagyon sok ember nem fog megszületni pont ilyen okok miatt szerte a világon, mert a robotok fogják elvégezni azokat a munkákat, amiket ma még más országokban, főleg vagy más kontinenseken esetleg emberi erővel hajtanak végre. Ugyanígy a lovak száma is csökkent, amikor kivonták úgymond őket a forgalomban. Lehet, hogy ez is egy fontos dolog, de valószínűleg nem biztos, hogy akkor a nagy katasztrófa, hogyha csökken a világ népességének a száma, de hogy az is egy evolúciós folyamatnak a részét fogja képezni. A másik pedig szerintem, hogy tulajdonképpen nem is feltétlenül a számbeli csökkenés, vagy ilyesmi az, ami egy fenyegetés, hanem hogy megváltozik az identitásunk, az, ahogy magunkra tekintünk. Azáltal, hogy bekapcsolódunk hálózatokba, hogy esetleg csipeket teszünk az agyunkba, egyáltalán egy mechanisztikus rendszernek fogjuk tekinteni magunkat, esetleg mesterséges szerveink lesznek, és azokat jobbra és jobbra fogjuk cserélni, a gyerekeinket kvázi így fogjuk majd megtervezni esetleg, teljesítményfokozó lehetőségek lesznek a legkülönbözőbb formákban. Tehát, hogy az a fajta embertép, ami most van, és mondom, hogy ez nem mindig volt, nem volt a középkorban, nincs meg Kínában, nem volt az antikvitásban, bonyolult folyamatok eredményezték az, és mi nem is így nőttük még fel igazából, hogy ez az individualista nyugati szabadság eszmény lett volna meghatározó a neveltetésünkben. Tehát, hogy ez egy változó dolog, nem tudom, hogy annyira rossz dolog lesz-e, hogyha az emberek esetleg egyfajta gépként fogják felfogni, vagy egy hálózat részeként saját magukat helyett, de hogy én azt gondolnám, hogy ez fog egy változás lenni majd a következő időben. Tehát azért az annyira nem gyors folyamat, hogy egyik napról a másikra ugyanazok az emberek fogják megélni, hanem hogy lassan hozzá szokunk ahhoz, hogy egy más képünk alakul ki saját magunkra. Ez a folyamat már zajlik. Ez mindig is zajlik szerintem. Hát a Facebookon már másként vagyunk jelen, mint a régen a könyvek világában. És befolyásolja az agyi működést is. Hát a Frany Tamás, mint a kokiban, hogy a frontális lebegyben olyan változások vannak a mobiltelefonok használata miatt, meg a Facebook miatt, meg az interneten is miatt, amelyek másképp kerülnek az emberi agyunk, mint fejlődött régebben, ezt befolyásolni. Mert sokféle figyelünk. És más típusú kapcsolatok épülnek föl az osztott figyelem miatt. Nem vagyunk abban benne már annyira, hogy nem mindenki van benne, nem mindenki tud elmélyedni egy feladatban, mint régebben, mert állandóan zavar hatások éri, amelyeknek meg kell felelni. Tanulás is van benne, nehezebb lépni. Ezek a dolgok már zavarok. Hogy olyan fogalmak például majd én azt gondolnám, hogy amiket az etikai elméleteinkben a legdédelgetettebb és legfontosabb fogalmai, mint például a méltóság, a szabadság, hogy mi lesz ezekből, hogyha úgy fogunk magunkra is tekinteni, mert a robot az mindig egy tükrünk is, vagy a mesterséges intelligencia, tulajdonképpen mi is ilyen fajta rendszerek vagyunk. Minek van méltóságról annyit beszélni? Miért áldozzák fel emberek ezért az életüket, hogy a méltóságukat visszaszerezzék, a becsületüket, a szabadságukat, egyebeket? Régebben ugye az emberek úgy tekintettek magukra, meg egymásra, hogy Isten képmásai voltak, aztán meg valahogy egy ilyen biológiai rendszerek lettünk, egy
kifejlett és vagy túlfejlett főemlősként tekintettünk magunkra, most lehet, hogy már egy ilyenfajta robotként fogunk majd a jövőben tekinteni magunkra, és ez mindig meghatározza azt, hogy hogyan alakul az értékrendünk egyáltalán. Tehát amiket most ki fenyegetve érzünk, ezt a fajta szabadságot, méltóságot, egyebeket, ezek a fogalmak meg fognak szűnni. Valahogy azt fogja mondani valaki, hogy ezek értelmetlen fogalmak. Hogy lehet őket kutatni? Hol van ez? Nincsen. Amíg azt keresünk, hogy a gépben ez hol lesz, hogy a gép hogy fogja nekünk ezt megadni, előbb-utóbb meg azt fogjuk mondani, hogy gyerekek, minek ez a fogalom, dobjuk ki, és sokkal egyszerűbb lesz az életünk. Szabadság, minek? Ezek a dolgok nagyon mélyen vannak. Hát a pici gyerekben már ott van a méltóság, meg a büszkeség, meg a megbántatóság. Nem, leveljük ezt a fogalmat. Nem kell benne, mert a csecsemőben benne van. Hát azért valamilyen módon itt az emberi, vannak azért belső szabályok, amik minket meghatároznak és a fejlődésünket vezetik. Úgyhogy ebben nem vagyok biztos, hogy olyan könnyű eldobni, vagy akkor azt végképp nem, hogy érdemes eldobni. Magam észre, hogy nem szeretem eldobni. Se a büszkeséget, se a méltóságot, sem. De ez egy másik kérdés. De ez én nem hiszem a belső, ez egy olyan filozófiai kérdés, hogy szeretném, vagy nem szeretném. Tehát itt ezt inkább megint csak egy célkövény minimalizálás, vagy maximalizálás fogja meghatározni. Miért ilyen értékek szerint voltunk, ez a célkövény, ez látunk. Nekem nagyon tetszik, ahogy elmondtad, hogy szépen lassan gépekké válunk, mindannyian azok vagyunk, hogy okos órátok van, hogyha egy gyerek, valamilyen gyerekkori betegséggel születik, ami már gyógyítható, beteszünk protézist, beteszünk csipet. Ezek már vannak, amit lehet, hogy 200 évvel ezelőtt azt mondták volna, hogy ez egy társadalomból kivetni való dolog, amitől féltek volna, amitől te azt mondod, hogy félsz ettől. Lehet, hogy ez spekuláció, de lehet, hogy ez egy olyan szépen vagy szépen lassan alakuló folyamat lesz, amikor az lesz a holnál is. Tehát akkor már észre se vesszük azt, hogy gépekké váltunk. Vagy nem is lehetne észre vesszük, elfogadjuk. Nem értek egyet, de másik kérdést. Hívtak engem egy előadásra, vagy egy beszélgetésre, hogy mi lesz 30 év múlva. Még fizettek is volna érte. Én azt mondom, hogy köszönöm szépen, nem megyek, mert ha visszagondolom, hogy 30 évet ezelőtt én mit mondtam volna, hogy mi lesz 30 év, mert akkorákat tévedtem volna. Ez egyszerűen nem kockáztatom meg egy olyan szituációban, amikor a fejlődés felgyorsul, gyorsabb, mint volt. Hát én nem tudom, mi lesz 30 év, örülök, hogyha azt tudom, hogy mi lesz holnap, meg holnap után, hát a tudásom meg is szűnik, de ennél tovább nem megy. De soha nem kérik el számon a jövő kutatókat, utána, hogy ez van, de ezt írtad. Amúgy pedig egy másik oldal, egyrészt ha a robotok annyival okosabbak lesznek, akkor minket nem fognak. Mi nem fogjuk őket érdekelni. Másrészt pedig a büszkeség, meg a erő, meg a szépség, meg a féltékenység, ezek ott vannak a majmokban is, pedig mi is vagyunk. Nem tudtuk őket befolyásolni. Ez valamilyen módon meg fog maradni, hormonálisan befolyásolható. Bizonyos értékek, én azt mondom, nem értek oda. Bizonyos értelemben persze meg fogunk változni, mert 5 évvel ezelőtt volt egy konferencia arról, hogy milyen hosszú lesz az élet. Egyik ilyen legkonzervatív vélemény az volt, hogy a várható életkor 2050-re 120 év lesz. Azóta eltelt 5 év, tehát nem tudom, hogy most mást mondanának-e, de a legvehemensebb vélemény pedig az volt, hogy 5 évvel ezelőtt már megszületett a világ első 1000 éves ember, ami pont arra utal, hogy bizonyos dolgokat folyamatosan cserélni lehet benne, de akár a sejteket is. Hát ha valakinek akár agyi szövete megsérül, akkor előbb-utóbb, de már ma is vannak olyan esetek, hogy őssejtekkel azt újra lehet építeni. Tehát valóban nem kizárt az, hogy ez a működés ez fennmarad, de abban viszont az, hogy ettől mi gépek lennénk, abban az értelemben, hogy bicsodatokban gondolkodnánk, azt nem hiszem. Nem vagyunk arra képesek egyszerűen azért. Én szerintem mi leszünk a gépek. Nem fogjuk kimondani, hogy gépek vagyunk. Lehet, hogy nem is picsorozatokban fogunk gondolkozni, és ezt nem fogjuk észrevenni. Tehát gyakorlatilag ez bele fog ívódni a mindennapokban. Nem úgy viszont, hanem, hogy ide az intelligens
azok a mintákat keres, és abból újabb, hát gyakorlatilag adatbázisot lépít, de mi a helyzet azzal, amikor gyakorlatilag a saját forráskódjához nyúl hozzá? Tehát ugye beszéltünk itt egy ilyen piros gombról, amivel lesz tudjuk állítani, de mi a helyzet akkor, hogyha úgy módosítja mondjuk a saját forráskódját, hogy tudja egyáltalán úgy módosítani a saját forráskódját, akár technikai szempontból, hogy ezt a piros gombot ő kiiktatja, hogy nem tudjuk majd ezzel leállítani. Vagy akár ahogy a büntetésről beszéltünk, hogy megtanulják, hogy mi a büntetés, hogy egy információt, megtanulják, hogy nem hátrébb sem van. Igen, egyébként pont az jutott eszembe, amikor mondtad, hogy mi van a saját célfüggvényéhez nyúl hozzá. Zajlik. Nem tudok más mondani. De sajnos, vagy szerencsére zajlik. Egyébként ezt úgy hívják, van neve is, hogy szoftver 2.0. Amikor a szoftver saját magához nyúl hozzá. És valójában ez is történik az adatbázisok birtokában. Az adatbázis birtokában a rendszer a saját belső processzeit hangolja át, és lesz belőle valamilyen inputra alkotott rendszer, valamilyen inputra alkotott adatbázis birtokában. Az a kérdés, hogy létre tud-e hozni extra adatbázist, vagy a meglevő adatbázisokból tud-e többet csinálni. Olyasmi, ami nem volt benne az adatbázisban. Hát ez egy nagyon fura kérdés, mert valahol ez a bizonyos patkány intelligenciát már említettem, ez is valahol itt van. Egyik ilyen fontos tulajdonsága a patkánynak, meg akár a denevérnek is, hogy a kétdimenziós világról, egy borzasztó elgond fogalom, mert nincsen kétdimenziós világ tárgyak nélkül, mégis létre tud hozni egy absztrakt reprezentációt és a hozzátartozó metrikát is. 3 éve adtak ezért Nobel-díjat, az egyik az egy régebbi felfedezés, ugye a kétdimenziós világról. Az diszkretizálni tud és reprezentációt hoz létre, a másik pedig egy viszonylag újabb, hogy egy metrikát is létre tud ebben hozni. De ebben az esetben viszont az, hogy megtehesse, szükség van egy speciális szenzorra, méghozzá a fejmozgás szenzorára, hogy ami azt jelenti, hogy a aktuális fejirányt vagy testirányt egészen pontosan tudja a patkány, és ez egy olyan dolog, amit öröklötten létrehoz egy belső mechanizmus, és utána ennek a belső mechanizmusnak a felügyeletével, mint önmaga által felügyelt rendszer, hozza létre ezt a speciális kétdimenziós reprezentációt, de nevén háromdimenziósat, mert az inkább röpül, és a hozzátartozó metrikát. Nos, ez, hogy valamilyen egyik aktuális információból egy másik, annál fontosabb információt létrehozott a belső felügyelet segítségével, na ez folyik. Tehát például az, hogy nagyon-nagyon sok híres emberről vannak fönn képek, a legkülönbözőbb képek vannak fönn, nagyon-nagyon sok emberről, és az, hogy melyik ember, az meg van címkézve, az az információ már megvan, hogy ez mondjuk mind Marilyn Monroe. De a legkülönbözőbb irányokból van fölvéve a feje, vagy az arc kifejezése, és akkor az a kérdés jön elő, hogy vajon át tudjuk-e ültetni valakinek az arc kifejezést, mondjuk a Mona Lisa-jét, a Marilyn Monroe-jére arcára, vagy fordítva. És ez a felügyelt információ birtokában, ami saját felügyelt, hogy megvannak ezek már címkézve, például adott esetben egy gombánál tudom, hogy mérges gomba, vagy nem mérges, vagy gyomorfájást okoz, vagy nem okoz gyomorfájást, megtapasztaltam, de itt pedig egy sokkal gazdagabb rendszer, de nagyon hasonló, hogy megvannak címkézve már, hogy ez a Marilyn Monroe, ez a Clinton, ez a nem tudom, kis a Jennifer Aniston, ennek birtokában bizony meg lehet azt tanulni, hogy harckifejezéseket, amiket nem is tudtunk, át lehet ültetni egyikről a másik. Valami ilyen típusú dolog az egyébként a speciális faktorképzés, hogy egyiknek a birtokában vagy más tanulunk, ami épp az autistáknál nem megy. Egy nagyon nehéz kérdés az autistáknál, nagyon sok minden nem megy, de ez egy nagyon fontos dolog, ez az intelligenciának egy fontos része, amiben vannak nagyon magas IQ-jú autisták, és mégis ez a speciális dolog, ez az arckifejezés, mondjuk a gépek is így ki tudnak szedni nagy adatbázisokból, csak saját maguk tanításával, autisták még nem tudják megtanulni azzal a nagy IQ-jukkal, hogy valaki éppen mosolyog és vidám, vagy valaki éppen szomorú vagy dühös. Ez miért nem megy neki? Mert ez a baj abban, ez a probléma abban, hogy nem tudnak általában jól viselkedni társaságban. Hát nagyon komoly limitációk vannak, amik abból a nagy dimenzióból erednek, akkor a nagy dimenzióban, a kicsi dimenzióban való levitelében, a kicsi dimenzióban való metrikának az elkészítésében, aminek birtokában döntéseket lehet hozni. És erre nézve vannak egyéb kísérletek is, hogy
Ez egy 2016-os anyag, Science-ben jelent meg, egy kognitív feladat, hogy döntéseket kell hozni arról, valamilyen osztályba kell sorolni madarakat, ezek ilyen rajzolt madarak, és nagyon sokféle madár van, ez összesen két dimenzióban különböznek, az egyik dimenzió az a nyak hossza, a másik dimenzió a láb hossza, és ebben a kétdimenziós térben furcsa módon különböző területeken különböző osztályokat kell tudni mondani, és van és egészen hasonló módon, hogy a patkányoknak létrejön ez a metrika, hasonló módon az agyban, az emberi agyban, emberivel kimutatható módon, teljesen hasonló metrika jön létre, annak érdekében, hogy ezekről a dolgokról döntéseket lehessen hozni. A nagyon általános mechanizmus ez, amiben pici handicapjük van az autistáknak, nem megy ez a kicsi kettődimenzióba való leképezés általánosítás, vagy háromdimenzióba szükség szerint, és emiatt nem képesek megfelelő döntéseket hozni. Számomra bizonyos esetekben, például érzelmek terében, mert nincs meg ott a háttérben esetleg az érzelmi visszacsatolás megfelelő módon, az érzelmek terében még mindig nagyon nagy dimenzió van, és emiatt nem megy. Tehát az a kérdés, még megint az a kérdés, hogy mi az intelligencia, és valahol az, hogy le kell hozni a nagy dimenzióból az információt a kicsi dimenzióba, és erre való módszereket a természet belénk drótozott. Beledrótozott már a patkányokba, belénk is drótozott, mert a jó Isten tudja, hogy hogy alakul ki, ebben az esetben egy hadszögrács alakul ki, az agy legkülönbözőbb területen a madarak megkülönböztetésénél. Ugyanaz a trigonális rendszer alakul ki a patkányokban a metrikához, egészen hasonló rendszerek alakulnak ki a denevérekben is. Ez, hogy történik, hogy ezt meg tudják csinálni, vagy milyen módon lehet ezt megtenni, ez majd még egy picit nyitott kérdés, de nem sok titok van mögötte, és abban az esetben, ha sikerül lehozni kisebb dimenzióba, sikerül hozzá metrikát csinálni, akkor megvan a szabályozási probléma oldva, akkor meg tudjuk mondani, ha van ráhatásunk arra a rendszerre, hogy melyik irányba is szeretnénk tovább menni, abban a metrikus, alacsony dimenziós térben, és akkor befolyásolni tudjuk a rendszert. Tehát nem biztos, hogy nagyon messze van az az intelligencia, ami nálunk többet fog tudni olyan adatokban, amit nekünk lövésünk sem lesz. De egyáltalán nem biztos. Tessék rá felkészülni lehet. Mi volt a kérdés? Hogy van egy... Hogy lehet a piros kombi? Ne vagy ki tudja magát kapcsolni? Nem, hogy tud-e módosítani, tudja saját magát? Igen. Tudja saját magát módosítani, ugyanazok az algoritmusokkal, mint amikor immódosítjuk magunkat. Egyébként feltétele ennek, miért akarja magát módosítani? Valamire hatni akar. Hát ha van egy nagy darab köve, az marhára intelligens, belül az égvilágon, minden végig duonul, de semmit se csinál, az én számomra az nem intelligens. A környezetre való kölcsönhatásban látom ezt az intelligenciát. A környezetben való tapasztalatszerzés az, ami mutatja az intelligenciát, tehát ha valamit ő akar csinálni, tehát abban az esetben próbálkozik annak a megoldásával, akkor ez a mechanizmus már üzembe tud lépni. Nagyon sok része még hiányzik, de módosítani fogja magát úgy, mint hogy arckifejezésre metrikát is fel tud építeni. És abban az esetben, hogy mit akarok? Azt szeretném, hogy mosolyog, amíg nem mosolyog? Látom, hogy nem mosolyog, hát akkor mit kell csinálni? Kipróbálom ezt a pofonvágom. Tehát egy viccet mesélek, megsimogatom, valamelyik sikeres lesz, csak azt fogom a továbbiakban. Sőt, akkor elmondom a többi robotnak, hogy figyelj, vicceket kell mesélni, és akkor mosolyogni. Felté vagy tudja, mi ez a mosoly. Tehát neki is létre kell hozni ezt a metrikát, ezt a fogalomteret, hogy abban ezt a mosoly részt, meg az örömet, azt észre tudja venni. Igen, mert nem mindegy, hogy mit tanul meg. Tehát hiába mutatok egy tanítóhalmazba azt, hogy ezen a képen lévő ember boldog, ezen a képen lévő szomorú, ha ezek után azt vesz észre, hogy az egyik szőke, a másik meg barna hajú, és akkor innentől kezdve ehhez fogja társítani azokat az érzelmi fogalmakat, amiket mondtam. Tudom, mennyik az? Abszolút. Én pontosan így gondolom, tehát hogyha egy kép a saját metrikájához tud nyúlni, akkor az egy nagyon izgalmas dolog lesz. Tehát gondoljunk két dolgot, az egyik, hogy nem tud a saját metrikáját nyúlni, intelligens szoftver akar lenni, vagy a paramétereit javítja, vagy magát javítja ahhoz, hogy hatékonyabb legyen, hogy te Facebookon arcokat ismer föl. Mi akkor, és ez egy sokkal izgalmasabb, hogyha tudja a saját célfüggvényét javítani, gondolj egy emberre, én izmosabb akarok lenni, akkor én
izomrostokat, hogy az nőjön. De hogyha valamilyen külső befolyás hatására az én célfüggvényem utána megváltozik, és azt mondom, hogy én valamilyen befolyásolható, lássak gyorsható akarok lenni, akkor arra kezdtek el a saját szoftveremet átírni. Ugyanígy, hogyha egy szoftver is hozzá tud nyúlni a saját célfüggvényéhez, akkor lesz ez nagyon izgalmas, mert akkor meg tudja magának a célt is határozni, és utána arra rá optimalizálhatja magát. Nem biztos, hogy beszélnék itt piros gombról, vagy nem piros gombról, mert fogalmam sincs, hogy azt hogy kell definiálni, de amit nem hagyjuk a szoftvert, hogy a célfüggvényéhez hozzányúljanak, addig az egy elég mechanisztikus dolog. Amikor hozzányúlhat, akkor onnantól számomra prediktálhatatlan, hogy mi történik. Egy másik verziót is előhoznék, nem tudom, hogy aztán realisztikusabb is, hogy amikor nem az van, hogy egy gépen így elkezdődünk egy ilyen gépet, ami ott lenyomja, vagy éppen lenyomja a piros gombját, vagy ilyesmi, vagy napelemeket épít magának, hanem hogy amikor gépek össze lesznek kapcsolva, tehát egy gép hálózatról beszélhetünk, és ezeknek a működése, normál működése valamiképpen interfelálni fog egymással, és hogy azok érhetnek el esetleg nem ilyen hatást, hogy átalakul az egyik másiknak az algoritmus vagy működése. Bárki hozzájutna a célfüggvényét? De ez nagyon mérő jön. Hát van valami alap célfüggvényünk, ami arról szól, hogy nem szeretjük a szomjúságot, nem szeretjük, ha éhesek vagyunk, és bizonyos dolgok még fájnak nekünk. Ha azok a dolgok nem fájnak nekünk, akkor a csecsemő saját magát megeszi, mert éhes. Egy másik csecsemő. Tehát önkannibalizmus történik, mert nincsen beleépítve ez a védelem. Ezek az alap dolgok, ezek ott van, és erre miért ül föl? Azért ül föl, hogy minél hosszabb távon ne legyek éhes, minél hosszabb távon ne legyek szomjas, minél inkább reprodukálni tudjam magamat, mert ez fontos. Valamilyen oknál fogva ez is belép van drótozva, és emiatt módosulnak a célfüggvényei. Nem amiatt, mert tehát a belső célfüggvény hosszú távon jutalomra optimalizál, arra nézve, hogy nem most akarok egy jobb lenni. Hát, ha most akarnék jobb lenni, akkor reménytelen, mert nem tudom az izmaimat most hirtelen megnövelni, hosszabb távon szeretnék jobb lenni, és akkor ez a módosítja az összes célfüggvénye, mert valamit nyilván a környezetben befolyásol. De az alap az ott. Ahhoz nagyon nehéz hozzá, hogy hozzá lehet nyúlni hormonálisan ezekhez. Másképp nem. Azt szeretem volna közbeszólni, hogy azért emberek lesznek, hogy gyilkosak. És akkor ugye az ember az a célprogram, hogy éljen. Ez nem olyan. Tehát olyan szintű fájdalma van, amit már nem tud elviselni. És könnyebbség a számára az, mert nem lát megoldást. Könnyebbség az, hogy kilép ebből a játszmába. Tehát az egy optimalizáció az adott esetben, és segíteni kell abban, hogy ez ne történjen meg. Mert valami oka van erre a fájdalom, és meg kell oldani, ne legyen, elég hamar észre kell venni. Valakiben esetleg még kérdés? Nekem még egy kérdés, hogy igazából tényleg beszélgetünk arról, hogy fél van az útfőző, gépek itt utáni állatok gépek. Szerintem kérdődik, hol van határ, vagy egyáltalán tisztató gép és ember. Mert ez nyilván felfogás kérdése, de az emberi szervező egy nagyon jó szabályok rendszer, felfogás gépként. Hol van az a határ, amiket azt mondanák, hogy ő a gépként. Mitől ember az ember, mitől a gép a gép, és szét lehet választani a gépét. Körülbelül két hete a szemembe tartottam egy előadást, nem emlékszem sajnos a srác nevére. Egy nem olyan régen agyhártyadók gyulladása lett neki, és a gyakorlatilag a csontjának a végtagjait le kellett vágni, és a húsában nagyon sokat. És párhuzamosan a kutatása egyébként a kutató és mesterséges végtagoknak a mozgatásával foglalkozik. Tehát az, hogy
iskola, akkor ő gép, vagy nem gép? Vagy akinek van egy pacemaker-e, az de ha az agyán cserélnék ki? Vagy a szívem. De az nem ugyanaz. Alapvetően én erre nem tudok válaszolni, én csak akartam egy annyira valós példát hozni, ami itt van tőlünk 5 kilométerre, vagy 1 kilométerre. Sajnos nem, én ezt nem tudom megmondani. Ezért is kérdeztem, hogy vélemény. Jó kérdés. Jó kérdés. Még mondhatnék erről, hogy azért a mesterséges intelligencia fejlesztésben talán alapvetően van két irány. Az egyik az, hogy valahogy emberszerű tulajdonságokat akarunk reprodukálni. Mert ez valahogy nekünk fontos. Nyilván egy filozófusnak ezek az igazán izgalmas dolgok, hogy majd tud-e úgy beszélni, tud-e úgy erkölcsi döntéseket hozni, vagy bármi más hasonló, lesz-e tudata, vagy valami ilyesmi, lesznek-e érzelmei, esetleg ilyesmi. Ha praktikusan nézzük, és szerintem azért ez az új irány inkább, hogy nem kell emberszerű gépeket, meg emberi tulajdonságokat reprodukálni. Ezek lehet, hogy intellektuálisan izgalmasabbak, meg nagy kihívások, meg tényleg egy ilyen önreflexiót is biztosítanak, de nem biztos, hogy ez lesz a legfontosabb, hogy mint ahogy a science fiction filmekben látjuk, ugye szárnyas fejvadászban, meg ilyenben, hogy majd lesznek már ilyen nagyon emberszerű robotok. Ezeket persze lehet csinálni, van egy Sophia nevű robot, aki ugye állampolgárságot kapott Szaúd-Arábiában, meg ilyesmik, de hogy ezek azért nem annyira praktikusak, hiszen van egy csomó emberi hűslér nő is, nem feltétlenül robotokat kell előállítani. Speciális feladatok az lehet, hogy nem emberszerű robotok vagy mesterséges intelligencia rendszerek szükségesek, tehát ne úgy gondolkodjon, vagy ne úgy számoljon a említett zsebszámológép sem, mint egy ember, hanem pont ne úgy, hanem valami sokkal egyértelműbb és gyorsabb módon. De egyébként a kérdés nyilván az, hogy hagyományosan egy vallási közegben ugye azt mondták volna, hogy egy vallásos kultúrában, hogy van valami bizonyos lélek, ami az embernél van, az állatoknál meg már nincsen, és ennek a különböző mondjuk úgy világi verziói az, amikre ma hivatkozni szoktak. Öntudat, érzések, fenomenális tudatosság, nyelvhasználati készség, személyi volt, ugye egy emlékezet, aminek a révén megtartjuk az identitásunkat. Szerintem ezen kikerülhetetlen az, hogy az intelligenciának legyen tudata. Ez egy olyan fura dolog, mert ez a tudat ez nemrégiben még tabu volt egyáltalán a tudományos cikkben, nem jelentett meg, de most elmondom, hogy miért gondolom azt, hogy ez így. Hát egyrészt azt mondtam, hogy a nagy dimenziót le kell vinni kicsi dimenzióba. Például ez a kicsi dimenzió az ősz, hogy szét kell bontani valamit komponensekre. Ha mondjuk egy Mössbor spektroszkópból meg kell mondani, milyen komponensek vannak, mert a háttérben nagyon-nagyon sok csúcs van ott, de azért mégiscsak néhány atom vagy molekula lehet. De ugyanígy igaz az, hogy az a fajta felismerés, hogy az arc, az azért arc, azért ez a példámon ott volt, azért nem lehet becsapni minket, hogy az arc, mert vannak benne a komponensek, a szemmel, száj, és ilyen pici zajta ráteszünk az arcra, mi ezáltal a komponensekre való bontás miatt becsaphatatlanok vagyunk. Többféle ilyen komponens van, egyik az, ami dekomponálható, mint például a kezemet véletlenül levágnám, akkor az még egy kéz lenne. És hát a többi pedig az meg a testnek a többi része lenne. A másik pedig, ami nem dekomponálható, ilyen például a szín. A kezemnek a színét meg tudom változtatni, de nem tudok olyan kezet, aminek ne legyen színe. Amúgy, ha már egyszer kialakítottam egy ilyen fogalmat, hogy szín, akkor csak egy prizmát kell szereznem, és a szín maga tovább is dekomponálható. Ez a trükkje annak, hogy a dolgokat lejjebb vigyük kisebb dimenziókba. De amúgy pedig a világra akarunk hatni, és ez az intelligenciában is így lesz. Tehát a mesterséges intelligenciában, és ebben a hatásban vannak szenzoros információk, és vannak aktuátorok, amelyek hatnak a világra. Ez a mi esetünkben ez nagyon furcsa, és a mesterséges intelligenciában is így lesz, akkor is, hogy nagyon gyors, mert minél nagyobb rendszert akar szabályozni, annál inkább ez a probléma, amit most említek, az elő fog jönni. Tehát például, és ez a komponensek a bontásnak a része, és vissza fogok térni a tudatra, meg az öntudatra, ha kezemet mozgatom, akkor az információ bemegy a
először is eléri a szememet, mert a fotonok azok odaadnak. Onnan az információ 100-200 millisekundum alatt megy vissza az elsőleges látókérelmére, mint a patkány problémánál. Onnan elmegy a frontális lebenybe, vagy a motoros kortexbe, az is eltölt egy darabig, majd újabb 100-200 millisekundum, amíg elér a végtagjaimban. Összesen 500 millisekundumról van szó, ki lehet próbálni reflex teszteknél, atomversenyeknél ez kicsit rövidebb. De hát nálunk ez ennyi, 500 millisekundum. Hát hogy a csodában van az, amikor ezt mozgatom mondjuk egy herces frekvenciával, akkor azt látom, ami történik. Tehát 500 millisekundum differencia van. Nekem azt kéne látni, amikor csupa van, akkor nyitva van. És amikor nyitva van, azt látom, hogy csupa van, pont egy másodpercben mozgatom. Ez azért van így, mert egy belső modell mindezt kompenzálja. Egy belső modell pontosan tudja, hogy mit akarok csinálni, és a belső modell predikál mindent úgy, hogy összhangba hozza ezt a rendszer. Ez a belső modell minél pontosabb, méghozzá néhány millisekundumra. Tehát hiába van 500 millisekundum késleltetés ebben, ezek néhány millisekundumra pontosak, az észleleténk ennyire pontosak. A belső modell ennyire pontos. De ahhoz, hogy ez ennyire pontos legyen, ahhoz szüksége van arra, hogy le is válassza az általa kontrollálható rendszert a külvilágról, meg egy predikció van benne. Ez a predikció nem csak abban nyilvánul meg, hogy rövid távon 500 millisekundumra predikál, hanem a saját akcióinak a jövőbe történő hatását is predikálja, és ez már valahol az öntükrözésnek a dolga, valahol már az öntudat, mit is akar csinálni. Ennélkül nem tudja meghatározni a terveit. Tehát az, hogy ez mehessen, szükség van egy ilyen komponensnek a lebontása, hogy ez én vagyok, ezt tudom kontrollálni, hozzátom rakni. Egyébként ebben roppant rugalmas ez a rendszer. Hát erre egy példát, nem tudom mennyi időnk van, egy példát, hogy hadd mondjak el. De azt akarod, hogy András a végére csak eljutatod eljött, hogy végső soron robotok vagyunk. Hát egy kis radikális nagy különbség az ember és a robot között. Én is ezt erre utaltam, ugye, hogy egyre inkább megértjük a robotokat, vagy a mesterséges intelligencia rendszereket, egyre inkább magunkat ismerünk meg. Ezt én nem mondtam. Jó. Érthető volt ez. De azt, ez a rendszer egyébként, ami magunknak a módja, ez roppant rugalmas. Erre egy példa az, hogy sötét van, és a kezünket ki kell nyújtanunk egy méterre, nem látjuk, hogy mi történik előtt. És oda a sötétben, még egy elektronként valami, akármis vagy ne szagolhatunk semmit, betesznek oda egy ember. És azt mondják, hogy csináljuk a kezünket ilyen mozgást, és az ember úgy állítják be, hogy ő orrát ütögetjük. És egy időben ezzel, amikor ütögetjük az ő orrát, valaki más a mi orrunkat is ütögeti. És akkor arról számolnak be ezek az alanyok, hogy hát az ő orruk, mintha egy méter hosszú lenne. Azt észleli, összehangolódik az egész egy koherens észletbe, hogy egy méterre van az orruk, és azt ütögeti. Ez a rendszer van, a belső nagyon bonyolult rugalmasság van. Ha valakinek utána akar olvasni, akkor a Phantom Car témában érdemes olvasni, hogy milyen szinten rugalmasak ezek a dolgok. Hát nem ismerjük a rendszer teljesen, de a komponensek, a voltás annyira fontos, a saját magunknak az elhatárása a külvilágban annyira fontos, hogy bizony ezt az órot hirtelen egy méter hosszúnak érzik, pedig nem valószínű. És akkor, ha predikálni tudunk, ilyen pontosan körül tudjuk magunkat határolni, akkor ebben benne van, hogy hosszabb távon is predikálnunk kéne, annak érdekében, hogy hosszabb távon is meg tudjuk mondani, mit akarunk csinálni, és az már valahol közelít az öntudathoz. Egyébként ez a tudat, hogy milyen szinten szinkronizáljuk ezeket a belső információkat, furcsa. Mert hogyha véletlenül ez nincsen, ha véletlenül az észlet nincs jól szinkronizálva, egy picit szétesik, akkor meghasad a tudat. Ez egy tudat hasadásos probléma. Hát legalábbis a magyar ezt így fogalmazza, tehát skizofrénia. De érdekes módon annyira jó ez a szabályozás, hogy nem tudjuk, nem tudom, bárki próbálta, mert lehet, hogy rossz irányban a számára, nem tudjuk magunkat megcsiklandozni, semmilyen módon nem érez minket váratlanul. Ellentétben a skizofrénekkel, akinek ez a szinkronizáció nincs meg jó. Minél skizofrénebb valaki, ez egy két évvel ezelőtti eredmény, annál jobban meg tudja saját magát csiklandozni, annál rosszabbul megy a szinkronizálás. Hát ez a komponens formás, hogy magukat leválasztjuk a külvilágból, és periodikálni hosszabb távon, millisekundum pontosságban, ez benne van a rendszerben, és emiatt a tudat egyáltalán nem biztos, hogy bonyolult a probléma. Nem is beszél valahogy hosszabb távon saját magunkat reflektálni, hogy mit akarunk csinálni és miért, az meg valahogy az értékeinket, az öntudattal van kapcsolatban.
Nem hiszem, hogy ez annyira bonyolult lenne. Most azt mondod, hogy emiatt tényleg olyan vagyunk, mint a robotok. Nagy elosztott rendszerek valamilyen szinten tudhatnak minket hasonlóan, tudhatnak hozzánk hasonlóan, akkor kell oda küldenem az információt annak a pici aktuátornak, amikor neki azt éppen csinálnia kell, pedig én 5 perc ezelőtt észleltem csak, hogy éppen most mit csinált, és predikálnom kell 5 perccel későbbre, mit is kell csinálni annak érdekében, hogy korrigáljuk. Ez ugyanaz a rend, ugyanaz a szinkronizációs probléma. Ha az idők végeztével még van esetleg valamilyen záró gondolat jellegű hozzáfűzni valótok témához. Nem, köszönöm mindenkinek. Köszönöm. Akkor a szervezők nevében én is megköszönöm a jelenléteteket, a figyelmeteket, és ha mondhatok ilyet a nevetekben, ha valakiben maradt még kérdés, akkor utána ide tudtok hozzánk jönni, és szerintem válaszra fogok találni. Kikapok a feleségét. Még egyszer köszönöm szépen, hogy itt voltatok, és...